hogy szeptember 7-én, 8-án, 9-én Szeged városában a Vértónál nagy szert fogunk ülni, ahol be fogjuk jelenteni, hogy Magyarország visszatér az ősi egyisten hitéhez, az ős keresztényi fény nagyboldog asszony valláshoz. Ezt szerben fogjuk megtenni, erre elkezdődtek az előkészületek, nagyon sok munka van még, nagyon sok. A szervezésben is látni, hogy mi minden kell ide, rengetegen akarnak jönni Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből, és nagyon remélem, hogy itthonról is. Ezt már elmondtam a Lélek televízióban a múltkor, publikálni fogjuk, majd egy külön adás keretében be fogok arról számolni nyáron valamikor, hogy hol tartanak az előkészületek. Próbáljuk majd úgy intézni, hogy sátorokban lehessen lakni, vagy ha valakinek van barátja, ismerőse ott, minden csoportot, vagy mindenkit, aki szívéből hozzá akar ehhez tenni, és egyetért azzal, hogy végre szabadon, a fény útján járva, a szeretetből csinálhassuk a mi lelkünkben megnyilvánuló hitünket és vallásunkat, várunk oda. Ez nem azt jelenti, hogy kirekesztőek leszünk bárkivel szemben, nem arról szól, hogy kötelező lesz mindenkinek ezt hinni, vallani. Arról szól a dolog, hogy szabadon szeretnénk, hogy engedélyezzék, de ha engedélyezik, hanem akkor is ezt csináljuk gyakorlatilag évek óta. Platformra akarjuk emelni a nagyboldogasszony vallást, ami nem idegen a magyar lélektől, hiszen a parlamentben most is tűzszekéren ott az Istenanya, kezében időnként a karddal, mert az is kell, és vezeti a népét. Nem titok, hogy mi nők mindannyian istennői nagyboldogasszony energiával vagyunk föltöltve, és visszük a magunk nagyboldogasszonyságát, és mindenki menjen is és törtessen ugyanúgy, ha úgy érzi elől a saját hitével és lelkével, a fiúk pedig igenis a fény magnak, magúrnak a magságával kell, hogy támogassák ezt az energiát, hogy végre egyensúlyba kerüljünk a szerelmetes férjeinkkel, fiainkkal és a női minőségünkkel. És azért mondom ezt el, mert nyár lesz, nagyon sok tábor lesz, és nagyon valószínűleg nem fogunk találkozni most hosszú ideig, ráadásul ennek a programnak, amit elindítottunk februárban, le kell zajlani augusztus végéig. Van egy olyan fölkérés az égből, bár tavaly megtettük, levettük Magyarországot a keresztről, és a 2-es, 3-as kereszt osztódásról sem is, de kell egy olyan keresztáldozat oldozást csinálnunk augusztus 15-én majd, még nem tudom, hogy hogyan, meg hol, még le kell csatornázzuk, hogy Magyarországnak a lelkisége karmikusan végre kiszabaduljon. Tehát fogunk egy ilyen szert tartani, ami lehet, hogy csak 10 fős lesz, lehet, hogy 100, attól függ, ki hallja meg, és hol tartjuk, hányan leszünk. Ez nagyon fontos, főleg most, miután egyre többen állnak be a fénybe, és tartjuk a fényoszlopokat. Ha látnátok, hogy ennek, csak ennek az évnek, de előtte is mennyi mindennek olyan eredménye van, hogy ezek a fényspirálok, ahogy pörögnek, ahogy dolgozunk, elkezd felerősödni és megsűrűsödni a fényoszlop a tudatunk és a szívünk által. És ugyanilyen energiája és hatásfoka lesz, hogyha augusztusban a magyarságot végre feloldozzuk, illetve értelmeztetni tudjuk, hogy mit jelent 3-as kereszttagozódásba beállni. Nem tudom, hányan gyakoroltátok azóta, mert itt vannak, akik már voltak nálam, a tanultakat, hogy gyakoroljátok-e a tisztítást, a harmonizálást, a rezgésszámemelést. Van-e közöttetek, aki itt volt és még nem érti, hogy miről tanultunk, amikor a Jézusnak a születési tengelyének a leszületési vonalunkat tanultuk. Ez nagyon fontos, mert aki velem találkozik és elhiszi, amit és akit képviselek és amit mondok, fontos tudnunk és hinnünk azt a tudást, hogy Jézus a kereszten, mint mag jött le, és az Atya magját vitte be a földbe, hogy a téridőket átrendezze. Aki még nem érti, el fogom újra és újra, ha kell, magyarázni, mert ez adja az alapot a hitünknek és az erőnknek, és ezért nem szabad félnünk, mert tudnunk kell ezeket a dolgokat. A sors azt adja folyamatosan, hogy 5-6 éves gyerekek rajzolják le, amit mondok, és oda dugják a szülőkorra alá, pedig nem a gyerek hallgat, a szülő hallgat, vagy a nagymama, nagypapa. És bizony ezekből a rendszerekből hoznak nekem másolatokat is. Például elhoztam egy kislánynak a rajzát, majd körbeadom. A szülők a YouTube-ról csinálták azt a gyémánt meditációt, amit most már megcsináltunk lemezen, itt árulja a Sóter, egy hónapja lett kész körülbelül, és hallotta a kislánya szöveget, és egyszer csak megcsinálta ezt a rajzot.
mindjárt megmutatom nektek, vagy körbe is adom. És lásd, a kislány nem egy aranykaput rajzolt le, hanem 7 aranykaput, a 7 szentség aranykapuját, mert valóban innen indulunk a magságból, és itt vannak a szintek, ahogy megyünk fölfele, és itt már hát csak a heuréka van. És tényleg ezt egy 5 éves kislány, itt látjátok a kis nevét is leírt, ha akarjátok, körbeadom, nézzétek meg. De más is, tegnap is voltunk, vagy a szertartáson voltunk, ott is Lőrinciben egy anyuka, ő színesbe, eredetibe elhozta, Rózsaszentmártonon, az anyuka eredetibe színesen elhozta, az ő kislánya is lerajzolta, pedig az egyik az ország egyik végében, a másikban, színesen, de ő még az emeletes effektusokat is, amit tanítok, hogy értelmezhető legyen a több téridőrendszer, és akkor ilyen, mintha kockákat, tudjátok, az építő kockákat rakunk egybe, mert hát a magyar gyerek az építő kockával a világot pakolja egymásra, és az anyukája rákérdezte, hogy de kislányom, mik ezek a, tudom, mint egy kicsit, mint a ferde torony így dölt, ilyen kis kockákból rakta egymást, és hát anya, hát ezek a síkok. Azt mondja, az mit jelent? Hát mint az emeletek, anya. És hát tényleg szívemből jön, mert ugye másképp tényleg nem tudjuk értelmezni, hogy hogy van az, hogy van a földbolygó, és a földbolygó, mi ezt a világot látjuk, mondják nekünk, hogy nincs is más élet és világ, és közben a gyerekek lerajzolják ugyanazt. És nagyon sok történetet tudnék mondani, nem tudom, hogy itt mondtam-e azt a történetet, amikor a 3 éves kislány, mondtam a miskolci történetet, és érdekes a kislányok, de a kisfiúk is, de a kislányok azért jobban élen járnak. Miskolcon jött oda egy apuka szünetbe, itt hallotta valaki tőletek? Igen. Ti igen, de hagyd mondjam már, hát ez valami döbbenet volt. Mondom ugye, hogy a magosságosból jöttünk, hogy a magosságos Isten, a magúr, az égi anya, a nagyboldogasszony, nem tudom micsoda. És megvan az előadás első fele, kiszaladt szünetbe az apuk, hogy Magdi, hagyd mondjam már el, hogy az én lányom mit mond. Hát mond boldogan. Azt mondja, hogy 3 éves volt a kislány, amikor elmondta nekik, hogy itt van a nagymama, a nagypapa, hogy haltak meg, pedig a gyerek nem is élt, hogy miért szenvedett, mit mondott a halálával, nem tudom, és hogy hova ment, és hogy itt vannak, és segítenek nekünk. És teljesen a szellemvilágot leírta a gyerek, hogy mi van körülötte. Hát ők már akkor úgy meglepődtek, de hát még nem voltak nyitottak, gondolták, hát biztos játszik a gyerek. Eltelt egy év, kislány fog egy sámlit, mert az anyuka konyhába a pulton vágta a húst, főzött. Ugye vitte a kissámlit a kislány, és akkor mondja, mit csinálsz, anya? Azt mondja, hát főzök, kislányom, vágom a húst. Húst? Azt mondja, igen. Megváltozik a kislány hangja, csak azt mondja belőle a szellem, hogy ne egyetek húst. Szülők így ránéznek, mi lett a gyerekkel, azt mondja, ha nem azért kaptátok az állatokat, hogy megegyétek őket. Na hát akkor már egy kicsit furcsa volt a helyzet, jó, lenyelték, nem tudták, mit kezdjenek vele, hát nyilván nem hagyja abba az ember hirtelen a szokásait. Hát egy fél év, ha eltelt, azt mondja az apuka, egyszer csak a kislány oda kanyarodik eléjük, azt mondja, ti nem ám az én szüleim vagytok. Hú, na hát ilyenkor aztán az embernek a szívén tekernek egyet, ugye? És akkor néznek rá, hogy vajon mi sül ebből ki, mert már ilyen furcsa dolgai vannak régot, és elkezdi mondani, hát mondják, de miért nem vagyunk a szüleid? Azt mondja, hát, de így, hát mert én a magosságosból jöttem. Nekem a magosságos az apukám, és az Isten anya az anyukám. Na hát itt padlót fogtak, és akkor most, hogy ugye én pont ezeket a szavakat mondtam, mert az apuka elállít, úristen, ezt az ő lánya már mondta neki. És azt mondja, és még, azt mondja, hát Jézus az én testvérem. Na hát, mit mondok, hogy gyémán gyerekekkel vagyunk körülvéve, és hála Istennek már bugyigumisokat nem kell kikísérjük, mert összezárják, a fényt jönnek. És akkor bizony elmondta nekik, és akkor az apuka, hát mondta, hogy ha már ilyen okos a kislánya, megkérdezi, hogy mi lesz a gyűlölködőkkel, meg mi lesz a rosszakkal. És mit mondott, mit gondoltok a kislány? Pedig nem hallott engem sose, és ez lehet, hogy még tavaly volt. Azt mondta, agyon szeretjük őket. Na ez a nehéz, ugye? És valóban ez a legnagyobb próbatétel, amikor magabiztosan törtetünk, megyünk a hitünkben, ugye elől, és közben azt hirdetjük, hogy a gyűlölködőt agyon kell szeretni, az meg nagy késsel meg karddal kerget. És akkor megkérdezik, Úristen, ezt hogy lehet megoldani, hogy a gyűlölködőt agyon szeretni? Hát igen, hiszem, hogy meg fogjuk tudni oldani, ha nem is csupasz kézzel, mert ugye nem fogunk remélem neki menni egymásnak, és se kardot, meg más se izért, meg atomot nem fogunk engedélyezni. Ez abból is
is látszik, hogy mindenki prognosztizálta a második világháborút februárra, mert ugye valóban az amerikai légió elindult a nagy hajókkal, tudjátok, anyahordozókkal odaálltak Irán-Irak területeihez, és minden áron ki akarták lőni az atomfegyvereket, és minden áron a fénylények tartották a gombon a kezüket, és nem engedték, hogy kirobbanjon a harmadik világháború. Na kedvesek, az a helyzet, hogy nehéz a szívem, mert nagyon nehéz sok mindent tudni, úgyhogy a visszaigazolások nem jelennek meg a fizikai szinten, de azt kell tudjátok, hogy bármennyire hihetetlen, hatalmas munka folyik a szellemvilágban, és sokkal nagyobb dolgok vannak égen, mint sem értenénk a Földön. Ezért aztán mindenki más-más, vagyis pontosabban a saját tudata szintjén tudja szűrni az információkat, ami nem baj, hiszen nem egyszerre járunk elsőben, másodikban, harmadikban, negyedikben, és mint ahogy megtanultuk több iskolába. Vannak, akik előjárnak a munkában, mert hamarabb kaptak hívást, vagy nyitották meg a tudatukat. No, még ráadásul máshonnan is születtünk, mert nagyon sokan nem egy helyről jöttünk, és más iskolákból, ha a földi példánál akarok mondani, a szellemvilágból, és ezért van az, hogy sokan sokféle nyelven beszélünk, sokféle tudattal beszélünk, és nagyon sokan már tagozódnak, és az azonosság elve alapján csoportosulnak. Ezt értitek, ugye? Tehát én azt szoktam mondani, hogy akik választják azt, hogy engem meghallgatnak, aztán majd remélem, hogy abba is marad, és mindenki teszi a dolgát, vagy csak akkor találkozunk, amikor újra nagy munka van, azok biztos, hogy kapnak olyan kódokat, amelyek a magosságosnak nagyon fontos, mert azzal jöttetek. Ugyanis nem véletlenek a tanítók, nem véletlenül a tanítónak a vonzásköre, és bizony Magyarországon, a jelen időben, az egész Kárpát-medencében, a mi dimenziókban rengeteg isteni lény született le, és nagyon nagy szereposztás, feladatkiosztás van. Ezért meg fog történni a tagozódás, csoportokra rendeződés, és mindenki ott fogja megtalálni, hogy mi az ő küldetése és mi a munkája. Természetesen, ha lesznek összevont nagy csoport feladatok, azt is meg fogjuk élni, és össze fogunk rendeződni, hogy hogyan, nem tudom. Egyet tudok, a prognosztizálás szerint, ha jó tempóban haladunk, márpedig szerintem most nagyon jó tempóban haladunk, ez azt jelenti, hogy tömegek elkezdtek beállni a fénybe tudatosan. Tudatosan. Nem csak azzal, hogy én megyek, mert sokan állítanak be sokakat tudatosan a fénybe, az azt jelenti, hogy időkapszulák vannak bennünk, mégpedig többnyire a csontvelőben hozzuk, tehát már akkor el szoktam mondani, hogy a diaporámán, a kivetítőn megírjuk magunknak a forgatókönyvet, hogy ki az édesanyánk, ki lesz az édesapánk, és egy DNS vonalba születünk bele, és ez adott esetben nekünk a Nagy Boldogasszony vérvonala és Jézusnak a vérvonala, és az a garancia nekünk, hogy magyar hangon, magyar lélekkel és magyar szellemcsoportba születünk, hogy végig tudjuk vinni azt a programot, amit kiválasztottunk. Mégpedig azt a programot, amit úgy tudunk kiválasztani, hogy van nekünk egy Noé, Nimrud, Jézus, Magdalai Máriával, Attila és az Árpád-házi királyoknak és szenteknek megjelenésével, ugye emese álmából az a vérvonal, akik nekünk biztosítják a családi genetikai családfát. Ezért biztosíték, mert amikor jelentkezünk az univerzumban egy nagy történelmi korszakra, most földileg úgy mondjuk, hogy a nagy projektre, ugye elvégezzük az iskoláinkat földileg is, meg hát nyilván született intelligenciával és tudással jövünk, az az alapja, mert nem lehet egy életben megszerezni a tudást és a képességeket, meg az intelligenciát, akkor ha kiírják ugye az égben a programot, a pályázatot, és mi történik? Jönnek a nagy szellemek és jelentkeznek, hogy már pedig ők szeretnének ebben részt venni. Mert nagyon sok galaxis van, rengeteg látható és láthatatlan világ van a világmindenségben, és nyilván nem egyszerre vagyunk egy helyen mindig, hanem szétosztódunk és feladatainkat végezzük. De most ebben a korszakban, amiben vagyunk, azért fontos, hogy itt vagyunk, mert nem túlzás, amikor azt mondom, hogy minimum 150 000 évvel ezelőtt írtuk ezt a programot magunknak,
hiszen a Föld a teremtésben egy centrális, központi energiát tartó bolygó, mondhatnánk úszóerődnek is, akkor sem hazudnánk, és azért nagyon fontos a Föld a mi életünkben, lények életében, nem csak humanoid embertípusok életében, mert az egész világ teremtése a Föld rendszerére van építve. Ez így első hallásra bizonyára nehéz, de megmagyarázom nektek, hogy ez mit jelent. Jó? Mert akkor fogjuk tudni értelmeztetni a magyar vérvonalunkat és Jézusi vérvonalunkat, amiben hordozzuk a krisztusi és a gyémánt kódokat. Készítettem egy vázlatot, amit mutogatok már tavasz óta. Ez egy behatárolt terület, de ne zavarjon senkit, és ne, értelmezzétek, mert ez a világmindenség az én rajzomban, hogy valahogy ábrázolni tudjam, de ez nem igaz a lerajzolás pillanatában sem. Azért nem igaz, mert a teremtés állandó és állandóan tágul. Ezt úgy értitek. Na most ezek a kis karikáim vagy formáim, itt mind-mind-mind sok-sok galaxis és naprendszer. És köztük van látható és láthatatlan világok, és hogyha a Szent Háromság tengelyére helyezzük a világmindenséget, nekem ugye ez ebben a rajzban, és a kettes vagy a hármas keresztet rárajzoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy teremtés tengelyt adunk a világmindenségben, és ebből a Szent Hármasság, Szent Négyességből az is látszik, hogy ott egy ilyen szemszerű magocska van, és ebben a szemszerű magocskában folyik a szerelem. Az állandó teremtés az égi anya és égi atya között, ott fortyog a mag, és olyan szerelmetes hevülettel teremtenek, mint ahogy nekünk, ha van szerencsénk egy életben, kinek többször, kinek kevésbé, a szívünk megmozdul a szerelem által. És hogy tud fájni, hogy tud égni a szerelem útján a szívünk, ugye ezt érezzük. Gondoljátok el, hogy itt több ezer fokon ízik a szerelem, mert ugye a mag energiájából az Isten anya szüli a látható és láthatatlan világok, itt jönnek. Na most ezek a kis pálcikák itt nekem nem mások, mint az Isten gyermekek. Ezeket a fizikai világban, ugyanúgy, mint ahogy ezt az ábrát láthatjátok bizonyos templomoknak a homlokzatán, azt is, hogy sugárzik, ezt is szokták ábrázolni, vagy ezeket. Ezek pillérekként vannak fölrakva bazilikák tetejére, vagy templomoknál, ami lehet fából, lehet gipszből, lehet kőből faragva, bármiképpen. Tudjatok róla, hogy ez azt nyilvánítja meg a teremtésben, hogy az Isten gyermekek, mint előtt szülöttek jelennek meg a teremtésben, és ők itt állnak az égi anya és atya ház alatt, és tartják a teremtést, vagyis az energia, ahogy megérkezik hozzájuk, abban a pillanatban tovább küldik és teremtenek. És úgy teremtenek, hogy nem nyúlnak bele ebbe a szerelmetes, tiszta fény mag energiába, hanem csak gondolatukon áteresztik meg a testükön, és teremtenek. Mit jelent ez fizikailag? Azt jelenti, hogy ha te tudod, hogy van egy nagyon jó tervező, aki már bizonyított a Földön, és te egy csodálatos dolgot meg akarsz vele valósítani, teremteni, akkor megbízod, hogy álmodja meg és rajzolja meg. És hogyha te bízol az ő szaktekintélyében, és hogy mindenre kiterjed, akkor te van elhívásod, hogy belenyúlj és kijavítsál, ha előtte egyeztettetek? Általában normálisan, ha tervezünk és teremtünk, nyilván ráhagyjuk, mert ez az ő szakterülete. Így van ez egyébként a kormányzásban is, így kellene legyen, hogyha hozzáértők kormányoznák a világot, de ezt tudjuk, nem így van, majd így lesz, hogyha van egy tárca, akinek az a felelőssége, hogy mondjuk egy egészségügyi tárcának, azért mondok példákat, hogy értsétek, hogy ők hitkik. Ha egy egészségügyi tárcának odaadjuk az irányítást, egy mondjuk egy miniszterelnök, és azt mondja, hogy te vagy a vezető, tiéd a döntésben a felelősség, csináld meg tökéletesen, olyanra tudnám én ezt rábízni, akiben biztos vagyok benne, hogy nagyon jó orvos, és pontosan tudja, hogy a kórházakban majd a betegeknek, meg az orvosoknak milyen feltételeket kell biztosítani a jó munkához. Vagy hogyha egy fölművelősügyi minisztert, akkor nyilván annak érteni kell a teremtés összes ágazatához, akár mit teremtünk, vagy a földeken dolgoznak. Értitek? Tehát ezek az arkangyalok, és úgy teremtenek, hogy mindenhez értenek, mert az anya és az atya minden képességét magukkal hozzák, mint előteremtők, de felosztják egymás között az univerzumot. Mindenhez értenek, de vannak szakterületek, hogy melyik isteni lénynek mi a feladata. Azért ragozom ilyen hosszan, mert mi ebben a teremtési fokozatban vérvonal szerint
ugye Jézushoz tartozunk és Nagy Boldogasszonyhoz. És tudnunk kell, hogy Jézus milyen komoly felelősséget vállalt a föld sorsát illetően, és az emberi faj sorsát illetően a Nagy Boldogasszonnyal, mert az égi anya és atya az emberi fajt saját képmására teremtette. És ők, az arkangyalok ennek a teremtésnek a segítő alappillérei. És mi mit csinálunk, mikor a családfánkat kiválasztjuk, és azt mondjuk történelmi szempontból, hogy ebbe a projektbe részt akarunk venni? Elkezdünk fölkészülni arra, hogy emberré legyünk, és a mi első állapotunk itt, tudatállapotunk, az az Isten-emberi tudatállapot volt, amit az előbb földi példával mondtam, vagyis eszenciálisan magunkkal hoztuk a teljes tudást és szeretetet, és úgy jöttünk be a téridőbe ide a földre, hogy minden képességünket magunkba helyezve fölajánlottuk a teremtésnek, és az égből lehoztuk. Hova hoztuk le? Itt a mi naprendszerünk, ide a földre. Ide a földre hoztuk le. Vagyis a fény magok népesítették be a földet valamikor, mégpedig úgy népesítették be a földet, hogy minden képességüket az anyahita ágán, szia, anyahita ágán lehozta hozzánk a magyar mag. És hogy nem, elmondom nektek. Tehát Jézus innen, ebből a sorból jött ide a földre, hogy a föld tengelyében a föld energetikai rendszerét rendbe tegye. Tudja ezt valaki, hogy volt már? Mert voltatok már előadásomon. Akkor nem baj, ha részletesen mondom. Nagyon fontos. Tehát ők mondhatjuk most úgy, hogy arkangyalok. Nem biztos, hogy ez a szó kifejezi az ő önvalójukat, de földi nyelven le kell fordítani. Mert rengeteg arkangyal az arkságból dolgozik most a földre, azért, hogy a föld átalakulása zökkenőmentesen történjen. A föld 7 milliárd élete alatt, körülbelül 7 milliárd éves most a föld, háromszor volt fénybehívás. Ez az aranykapu program, ezt is elmagyarázom részletesen. Most a negyedik ciklusba kezdtünk bele, és egészen más módon, mint a háromnak volt a felkészítése. Ugyanis a három aranykapu ciklus felkészítésében nem tudtuk átfogóan megtervezni a föld fölemelkedését és az emberi faj újra való fénybe menetelét, és miután szabad akarattal rendelkezik a föld, sok tényezőt kell mindig figyelembe venni, hogy az Atya és Anyaisten belenyúlhasson a föld rendszerébe és segíthesse az emberiség fejlődését. Tudom, hogy nehéz, de elmondom majd, hogy hogyan próbáljuk értelmezni. Tehát az arkangyali rendek az univerzális világokban látható és láthatatlan módon teremtenek és segítenek, mint teremtők. De mivel az ember képmását ő Isten önmagából formálta, minden egyes ember önmagában egy mini univerzum. Vagyis minden, ami az egység belőlünk sejtszinten ott van a tudatunkban. És kinél koncentráltan? A magyarságnál. Hogy ábrázoljuk Nagy Magyarországot? Hogy milyen a Nagy Magyarország formája? Agy. Így van. Agy. Vagy más esetben esetleg hal formája van, és az pedig mindig az is Jézusra utal minket. Agy formája van. Ez azt jelenti nekünk mag lelkeknek, hogy ha nem meditálunk és nem így keressük az utat, akkor is mindig közvetlen kapcsolatban vagyunk az égi szent háromsággal, vagyis nagyobb a felelősségünk, mert megvannak a szülött fényszálaink, hogy rákapcsolódjunk a közvetlen atyai és anyai házra, nem véletlenül a nyilasságunk, a magyarságnak a nyilassága, és miről híres a nyilasság, hogy Nimród állandóan az atya kapujára néz a nyila, oda céloz. Tehát mi nem téveszthetünk, mindig meg kell maradnunk az isteni született tengelyünkön. No már most, hogyha az arkangyali rendek sorában nézzük, hogy mi honnan születtünk, azért nagyon fontos tudni, hogy rajtunk van most a teremtés tengelye, mert a Jézusi vérvonal által, még egyszer mondom, miénk az egyetlen olyan lehetőség, hogy közvetlen leszületési ágban tudtunk most lejönni az isteni házból innen és innen. Innen hogy születhet le valaki? Úgy, aki már átment az aranykapu programon és az atyával egylényegűvé vált. Ugye Jézus beszél nekünk erről? Ugye beszél róla? Na, akkor mit jelent ez? Azt jelenti, hogy rengeteg
lény engedélyt kapott most az utolsó 500 évben, hogy innen is ide jöhessenek a Földre. Azért, mert míg a magok betelepültek és anyahita ágán benépesítették a Földet, utána visszahúzódnak egy idő után, és átadják a terepet olyan lényeknek a Földön, akiknek emberré kell lenniük, és a saját programjukat idehozva fejlődnek. Ez érthető? Nehéz egy kicsit? Van, aki hallotta már, nem, de egyébként igen. Ez azért nagyon fontos, mert a Földön, ez az egész naprendszerünk, itt csak a Föld a pont, a Földön az emberré válás és Isten emberré válás kiképzése folyik. Vagyis kettes, hármas kereszttagozódás. Mit jelent a kettes, hármas tagozódás energetikailag? Az, hogy az Isten ember közvetlen kapcsolatban van a Mindenhatóval, a Szent Háromságban, tudatában van, hogy szívével, tudatával és lelkével felelős azért, ami történik a Földön is, de azt most az is zárójelben, mert nyilván a Földről beszélünk, és óvja, védi a természetet, és emberként valósítja meg Isten akaratát. És attól Isten ember, hogy megtapasztalta már emberként a gyűlölet, a harag, a hamisság, a féltékenység, az egoizmus, mondjuk ilyeneket, szerelem, boldogság, szépség, a teremtés energiáját, és el tudja dönteni, hogy melyik energia minőségbe akar tartozni. Mert a tapasztalati úton sokszor született le, és már nem akar azzal az energiával találkozni, hanem tudatosan fénybe akar menni, és szeretetet akar megélni. És mi van még benne? Kegyelem van, nagyon sok kegyelem van. Tehát a magyar lélek, magyar ének útján magában már tudja tartani az Isten saját képmására teremtett energiáját. Ez így akkor jó, értitek? Tehát ez a fontos, ezért jöttünk ide most. És mindjárt érteni fogjátok a Jézusi leszületésnek, és Istvánnak, és Koppánynak, és a magyarságnak a szereposztását. Na de viszont, mivel rengeteg galaxis van, rengeteg, és sokféle létforma van, azok a lények, akik itt helyezkednek el több helyen, és ezeknek az Isten gyerekeknek nyilván teremtései vannak ott, és több forma lehet a hüllőktől kezdve mindenféle olyan rasszok és formák, amit mi föl se fogunk harmadik aggyal, de kértek, bekéreckedtek a Föld zónájába és a Földre emberré válni. Az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az alapvető humanoid leszármazotti vérvonalhoz tartozik, fölveszi ezt a formát anya, atya, anya és apa által, jó esetben, ezt most zárójelbe teszem, és elkezd itt inkarnációban fejlődni, hogy végig menjen a ranglétrán, az emberré válás ranglétráján. És amikor majd ő is több inkarnációban, a Káli Jugában, tudjátok mi a Káli Juga, a fényből indulunk, alfától megyünk az omegáig, visszaérkezünk, és itt közben világkorszakokat tesz meg a keringés útján a bolygó és a tudat, vagyis van egy fény origó, és alul vagyunk, ez a legsötétebb, hát most ennél sötétebbet el tudtok képzelni, ez maga a pokol, és most fordultunk át, indulunk át a fénybe. Csak ennek egy az öröm híre, hogy amíg a fényből lefele lassan abban haladunk, a visszafelé út gyors lesz és hirtelen. Szoktuk mondani, utazunk valahova, Úristen, milyen nehezen érünk oda visszafelé, milyen hamar visszaértünk. Tehát tényleg így van, hogy van egy szakasz, ami nehezen haladunk, és utána gyorsan jön a fordulat. Na ez nem más, mint az aranykor, amiről beszélünk a jövő évben. Vagyis a precessziós nagyvilágkorszakok úgy vannak felosztva, hogy aranykor, bronzkor, részkor, és vaskor. Most a vaskornak a rezgése nagyon alacsony, 7,4 körülbelül, és a vas után újra indul az aranykor. Az aranykornak pedig 14,4 a rezgése, és ez az időjárás, amiben belefordultunk, pontosan abban segít az elemek által a Földnek, hogy segítse a sejteket alkalmazkodni a klímaváltozások alapján az aranykor beköszöntére, hogy gyorsan beemeljenek bennünket a fénybe. Ez egy csodálatos dolog, és a világ mindenség teremtésében még ilyen nem volt, azért nehéz, mint negyedik korszak, amit most kezdünk, mert a Föld anyával együtt fogunk átlényegülni. Ez azt jelenti, hogy ebből a pozíciójából, a mi naprendszerünkből a Föld és az egész rendszer egy foton gyűrűn keresztül ide föl fog jönni az aranykapu alá közvetlenül.
és ezek valós világok, és még mindig először a Föld téridejében vagyok, mert itt van a 10 sík és a 11 sík, ahol haladunk, amit a gyerekek gyönyörűen lerajzolnak. Ez a kislány például tegnap elmondta az anyukája, hogy azt is elmondta, hogy melyik síkon milyen lények vannak, és hogy hol vannak a gyönyörű pillangók, hol vannak a tündérek, és anya, az olyan jó, ott szoktam megpihenni. Tehát úgy van valóban, mint az emeleten haladunk fölfele, van nekünk egy föld magmája, a magocskája, van a nap, és ugye a vonzás és a taszítás alapján az univerzumban is ezek emelnek föl bennünket szintről szintre. Tehát amit a fizikai testedben megélsz, gondolat, szó, cselekedet útján, magadban, azt az egész rezgés tartományodat, az egész szellem birodalmi családoddal, majd megmagyarázom, erre van a Matyóska baba, be fogjuk emelni az egész bolygóval együtt. És ez egy fizikai, virtuális és szellemi megnyilvánulás lesz. Abban különbözik a korábbi három aranykapun bújásunkból, amire szintén mi emlékszünk, mert azt tanuljuk, búj-búj, zöldág, zöld levelecske, óvodáskorunkban megtanuljuk. Tudjuk. Attól lesz különböző, hogy emlékezni fogunk rá, hogy mi történt. Nem lesz törlés, nem jön le a mája fájtla. Mert ugye a mája fájtla az a felejtés, hogy ne lássuk, hogy mi történik körülöttünk, mennyi bolygó kering, hol vagyunk, mert nem tudod kódolni és zavart okoz, mert pillanatnyilag az agysejtjeink, a jobb és bal agyfélteke úgy van harmonizálva, hogy csak rétegekre emlékezünk. És hogyha most megtörténik az aranykorba való átlépésünk, és fénytestet veszünk magunkba, majd beállunk az Istenember teremtő tengelyünkbe, folyamatosan kinyitják a tudatosságunkat, és beleállunk önmagunk Krisztusságába. Tehát ennek a programnak azért az a címe, hogy kvantumugrás a krisztusi fénytestbe és a gyémántkódba, mert fizikai testen belül, fizikai test tudattal, aki így dönt majd, kikerülve a halál állapotát, amit már több világunkban megtapasztaltunk, elengedhetjük. Beállunk az örök lét formációnkba. Ugyanis azért választottuk a halált ennek a síknak, azt is értenetek kell, mert a halál tapasztalata segít a szellemnek a fejlődésben. Hogy van az ember szellem lélek fölépítve? Tehát úgy van fölépítve, hogy amikor aláírod a te projektedet odafönt az égben, és kiválasztottad, hogy ki lesz az édesanyád, az édesapád, melyik országba fogsz születni, milyen programot fogsz lehozni. Elindul a visszakódolás engedéllyel, hogy ne emlékezz arra, hogy ki vagy, mert az lesz a tapasztalásodnak a nagy értéke és eredménye, hogy úgy csinálod végig minden napjaidat, hogy nem emlékszel rá, de a tapasztalat útján fejlődsz. Ez azt jelenti, hogy a szellemed és a lelked megállapodást köt, megvan a két szál, és a születendő emberszellem elvállalja, és fizikai testébe behívja a szellemet és a lelket. És megszületik, megszüli az anya. Tehát ez a test erről szól. Mégpedig hogyan? A magságból jöttünk, a jézusi családfa tengelyén, arra még vissza fogunk térni, választottál magadnak csodálatos ősökből mintákat, összeraktad a lelkeddel a szellemed, és elmondtam, miből választhattál? Dicső ősökből? Noé, Nimrud, Jézus, Attila, blablabla, bla, szentekből, és összeraktad magadnak ezeket a fényszögeket. Vagyis mindig akit tisztelünk, akitől boldogok vagyunk, egy szép programból hoztunk magunknak olyan fényszálakat, és írtuk be a floppy lemezre, hogy az általunk vállalt projekt tökéletes legyen. Hát tökéletes elődöktől tökéletes programot így tudunk végrehajtani. És megszületik a gyermek teljesen ártatlanul, tisztán, és aztán egyszer csak az ő lélek flopia, amit a programon hozott, elkezd aktiválódni, és elkezd a sorsa adni kódokat, hogy tudatára ébredjen, hogy kicsoda. Na így hoztuk az időkapszuláinkat is a csontvelünkben és sok máshol a testünkben. Amikor tudatra ébredünk és fejlődünk, ezek így puk-puk-puk-puk-puk kinyílnak. Most ezt csináljuk. Elkezdtünk fénybe állni, és elkezdünk arra emlékezni, hogy kik vagyunk. És ez azért nagyon fontos, mert csak mi, magyar lelkek, magok tudjuk a Földet átemelni és megváltoztatni. A jelenlegi vaskorrendszert aranykorrá.
ugyanis nekünk, fényből jövőknek, a napútján közlekedőknek, fénytengelyen haladóknak van egyedül képességünk ezt a magas vibrációt megtartani, szerelmetes hevülettel, mint ahogy Atya mondja Jézusnak, hogy ő az én szerelmetes fiam, mi is mindannyian az Atyának és Anyának szerelmetes fiai, lányai vagyunk, és ez a szerelmes energia tart szimbiózisba, egységbe bennünket velük, és pulzálunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy aki nem magyarnak született jelenleg, és a világ más pontján van, és ott él bármilyen bőrszínben, bármilyen vallásban, és lehet nem is magyarul beszél, hogy az nem tartozik a maglélek családhoz, ez ezt nem jelenti. Függetlenül attól, hogy nem minden magyar mag, és nem minden mag magyar. Ez pont ezt a törvényt takarja. Viszont ott van, és együtt öleljük a Földet, mert sokan leinkarnálódtak most, mint mondtam ebben az időszakban, azért, hogy abban a pillanatban meg tudjuk emelni a Földet, amikor jön a jel, utolsó harsona megszólik, és át tudjuk emelni a Földet ebben a magas, szerelmetes vibrációba. És ezeket azért mondom el, hogy megértsétek, hogy Jézus mit csinált. Tehát gyakorlatilag ez a felelősségünk nekünk, magyaroknak. És amit nem tudtam volna még tavaly, hogy értelmezzék, elinduljak ezeket magyarázni, és még nyilván sok tudás van bennem, amivel még nem jöhetek elő, mert pláne nem értik, akiknek mondom. Azért kellett most már ezzel elindulni, mert elkezdtek tömeg. Nem tudják elmondani, amit mondok, biztosan, mert azt tapasztalom, hogy megnézik az interneten, 4-5-ször, és akkor mosolyogva jönnek, pedig voltak előadások, hogy Úristen Magdi, most értettem, mit mondasz. Ez normális, nem baj. Engem 17 éve neveltek ebben a nyelvezetben, és azért sírtam, hogy én ezt nem mondhatom, mert nem értik. Mert nekem is más a dolgom, mert én sem értettem 10 éves, hogy miről beszél Kovács András, hogy Isten, Isten, Istenek vagyunk, na ez se hűl meg jobban. És meg kell követnem, mert én akkor ezt nem értettem, mert más volt a dolgom, most viszont nektek ezt ezért kell elmondjam, mert hatalmas véráldozatokat hoztunk azért, hogy most itt fénybe álljunk, és valóban tudjuk értelmezni, hogy mit jelent Istenné lenni. Megjegyzem, nem könnyű Istenné lenni. És én pontosan emlékszem arra a zokogásomra körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, hogy karácsony volt otthon, és a kollégákkal beszélgettünk, és olyan lelki kínokon mentem keresztül, hogy elkezdtem zokogni, és mondtam édesanyámnak, mert ugye fölavattak, és esküket kellett letennem, hogy ezt a beavatásokat és munkát csináljam, és otthon zokogtam, hogy ha ez az Istenné válás út, én nem akarok Isten lenni. Miért kéne, hogy én Isten legyek? Én nem akarok. Mert olyan lelki kínok voltak, annyi olyan munkát végeztem, hogy azt hittem, hogy nem tudom megcsinálni, miért én csinálom, miért nem más csinálja. És nagyon nagy felelősség, higgyétek el, de nem kell féljetek. Hisz azért én, látjátok, megcsináltam, végigcsináltam, itt csináltam, hányan csinálják, ott csinálják, ti is tudjátok. És azért nyomom most ezt, hogy csináljátok, mert itt a nyár, és nagyon tevékenyen kell dolgoznunk. Nem lehet, hogy csak elmegyünk, lóbáljuk a lábunkat, vagy pénzünk sincs, oké, nem nyaralunk, de ha otthon van szabadidőt, dolgoznod kell energetikailag magadon és segíteni másokon. Mert muszáj az energiát megtartsuk. A Jézusi tengelyünk azt követeli tőlünk, hogy a hozott képességekkel és energiákkal már dolgozzunk. Tehát ezért mondom egyfolytában ezt a szövegemet. Most bocs, hogy így mondom, nem durván akarom mondani, de már néha én szerintem magamnak is fárasztó vagyok, lehet másoknak is, de súlykolni akarom belétek, hogy ott a képesség, tessék elindulni, tessék csinálni. Jó, tehát ez a világtengely, mindjárt folytatom Jézusnak a tevékenységét, és ez az aranykapu rendszer, amin majd át kell mennünk, és a kisgyerekek lerajzolták, hogy nem is egy, tehát én ezt nyugodtan kijavíthatnám a drága gyerekek javaslatára, de tényleg 7, mert ide nem rajzoltam, viszont egyfolytában mondom, hogy 7 szentség teremtette a Földet. Magyarnak nem idegen, ugye ez, hogy az 7 szentség itt. Tehát mi a 7 szentség? Hát ebből a rendekből, ezekből az isteni rendekből 7 szentség, 7 isteni lény összeült, és főztek egy szuper kolbászos paprikás krumplit, ugye? Vagy mi nekünk a kedvenc, amire azt mondjuk, hogy na, ez igazi magyar eledel. És ezt semmelyik ország nem tudja jobban. Tehát a 7 szentség összerakta a saját képességeit. Mindenki a saját képességéből letett oda az asztalra, nagy szalát ültek, és azt mondták, hogy na, ez legyen a Föld. És akkor mi lett a Földből? Atomszinten, magszinten, sejtszinten, vérszinten és kvantumszinten, kőzet, ásvány, növény, állat, az emberi tudatszintek, minden rassza, fényember, fénylény, istenember, az abszolút Isten.
tehát a teljes teremtést az atya álmából, ami innen kijöhet, és átmegy az alfától omegáig a káli jógán, ugye most vagyunk a legmélyebb origón, megálmodták. És megkértek egy szellemet, az Isten anyát, a Föld anyát, hogy vállalja el, és ő elvállalta. Tudjátok, hogy ezek a nagy szellemek több bolygó méretűek, és az univerzumban nem is lehet hasonlítani, hogy mekkora lények vagyunk, és a saját magunk lényének, ha ekkorára rajzolom, ezek a picikéi vagyunk itt mi most a fizikai testben. És milyen érdekes, mégis a picike tartja az egészet. Na ez az a picike, ez az én matyóska, vagy mezőségi babám, vagy matyóföldi babám, mert ebbe van, aki nem tudja. Tehát ez normálisan 7 minimum kell legyen, és ebben van, tudjátok, a tömörfa baba. A fizikai testünk, a fénytestünk, ahogy szálltunk alá, sűrűsödött, és puff, ott vagyunk most az origón, itt áll a tömörtestünk, ezek vagyunk mi. És a tömörtestben van a teljes tudata az Istenségnek, mert mikor leszülettünk, belénk kódolta a lélek által, ezt értitek? Nagyon fontos, mert ha ezt ketté fűrészeljük, metszetben látjátok az aura rétegeinket és az isteni nem látható jelenünket, mert itt van körülöttünk, de akkor is ez vagyunk. Mindannyian, mindannyian. Tehát milyen érdekes beszédes, látjátok az ősi kultúra. Tehát gyakorlatilag most fénybe fogunk állni, beleállunk önmagunkba. Úgy, hogy tudatosak leszünk, mert a mája fájtla elkezd fölemelkedni. Hogy mikor nem tudom, de folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy minden tudást, amit ott a diaporámádon beléd kódoltak, mert te vállaltad, és elhoztad a lélek flopi lemezeden, több milliárd éves tapasztalatoddal, eszenciáddal és képességeddel együtt be tudod aktiválni, és tudsz teremteni. És együtt fogunk, és együtt tudunk teremteni, ez most a kihívás. És nehogy azt higgyétek, hogy a másik oldal nem csinálja, nagyon csinálják. Nagyon csinálják. Hagy mondjam el nektek zárójeles információként, ha nem tudnátok, ha igen, akkor meg külön örülök, mert biztos van, aki tudja, hogy például ma már nem úgy kémkednek a nagyhatalmak, hogy fölültetnek a repülőre, adnak másik igazolványt, azt beültetnek valamelyik országba, és azt mondják, hogy na épülj be, beszélj ilyen nyelven, olyan nyelven, és kémkedj nekünk frászt. Beültetik egy szobába, rátesznek egy sötétített szemüveget, és elküldik oda szellemszinten. Vagyis szellemek sokaságát használják a kémkedésre, mert olyan spirituális tudat van, amit sokkal jobban tudnak, mint mi magyarok, például, hogy ez hogy működik, hogy hihetetlen. Azt meg tudják csinálni, amit nem is mondok el. Fantáziátokra bízom. Fantáziátokra bízom. Na most erre sarkalom én a magyarokat, a magyar lelkeket, ugye, minket magyar lelkeket, nem minden magyarul beszélő az vélhetően, hogy tessék szíves lenni visszaemlékezni arra, hogy mit írtatok alá. Mert csak azok jöhettek ide most magyar magléleknek egy közös programba, akikben minden tudás benne van. És bennetek van. És egyénileg mindenkinek külön feladata van, ami egyszerre, mint a lánc, mikor fogjuk egymás kezét, nem lehet senkit kivenni. Mert mindenkire szükség van minden tudásunkra. És ezt biztosította nekünk a mi Urunk Jézus. No, tehát amikor megkaptam ezt a programot, megbeszéltem az égi családdal, és konzultáltam kollégákkal is, és egy nagyon-nagyon nagy megvilágosodásom lett, hogy így mondjam, már olyan szempontból, hogy sose értettem, hogy miért van az, hogyha elmegyek a templomba, és elmegyek szívesen, sokszor főleg gondolom az ott lévő társaim miatt, hanem is a papok miatt, bár a papokban is azt kell látni, és nagyon tisztelni, hogy nagyon sok tiszta egyházi pap van. Főleg most, hogy nem most, már korábban is tudtam és láttam, hogy az első és a második világháború idején is mit csináltak, tehát ez valami szörnyelet, nem is akarom ide idézni, de nagyon sok szent életű pap volt, főleg addig, míg a pálosok töltötték be a templomokban a szolgálatot, ezt nagyon fontos tudnunk, és kinyírták őket tömegesen már tanulókorukban, főleg amikor a kommunizmus ugye rátette a kezét bizonyos területekre, és majd visszatérünk Szent Istvánra és Koppányra, hogy értsétek, ahogy az én lelkem ezt érti, és hiszem, hogy így van. Ugyanis
a papságnak lett volna létjogosultsága, akár így, akár úgy, csak egynek nem lehetett, hogy tudatosan miért így építették, tudjuk, a Német-Római Császárság idején már megvolt a szereposztás, a királyságok és a császárságok a földi hatalmat tartották a kezükben, míg a papságra ráerőltették, és a lelkeket, és a gyónás szentségétől kezdve mindent arra használták, hogy az embereket kiírtsák. De ez most nem a mi területünk, mindenképpen szeretnék mindig megemlékezni a szent életű papokról, akik életüket és vérüket áldozták a hitük szerint, akárhol éltek a világon, mert nem azt szeretném, hogy higgye bárki, hogy mi papság ellenes vagyunk, vagy egyház ellenes vagyunk, mert minden embernek saját szuverén joga oda tartozni egy közösséghez vagy valláshoz, ami, ahol ő jól érzi magát, mert az az ő lelki fejlődésének és szellemének az útja. De engedtessék meg az is, hogy mi is odatartozónak érezzük magunkat, ahova mi szeretnénk menni, mert nekünk meg az a lelkünk útja. És ezért fogunk ragaszkodni ahhoz, hogy szeptemberben kimondhassuk, nem kell bejegyezzenek bennünket, mert nem akarunk semmilyen támogatást, de lelkit igen, hogy azt mondhassuk, hogy nekünk igenis van egy fény közösségünk, és mi az Isten anya hitünkkel, a fény vallásunkban szeretnénk élni, és szeretetet sugározni. Semmi más, hogy szabadon sugározzuk a szeretetet, és ezt tesszük a férfi minőségeletségben, a koppányi, a nimrodi minősége, és erre készülünk, mondom, szeptemberben. No, tehát nekirugaszkodok annak elmondani, hogy Jézus miért kellett a kereszt halálon meghaljon. Ez nagyon fontos, mert nem mondják, és sokan nem is tudják, hogy ennek milyen erős szakrális felelőssége van. Ott szoktam elkezdeni, hogy értelmezhető legyen, hogy a mágus rendszerekben, a pártusok idejében és a pálosok idejében mi mindig fényvárók voltunk, és mindig istenvárók voltunk. Mindig tudtuk, hogy az Isten közöttünk jár, és le is fog születni, és azt is tudtuk, hogy nem kellene külön gurok ahhoz, hogy mi beszélgessünk Istennel. Pontosan tudtuk, hogy bennünk lakozik, és egyként még jobban erősítjük az égi családunkat. És miután mondtam, hogy minimum 150 ezer évvel ezelőtt készültünk már erre a programra, mert látható volt a naprendszerben a Föld sorsa, és azt most megtanultátok, hogy a Föld egy rendkívüli energetikai rendszerben összerakott lény a hét szent kumarával. Ez azt jelenti, hogy az Isten saját képmására teremtette az embert. Ez azt jelenti, hogy minden lénynek emberré kell válni. Ugye mondtam, innen is mindenhonnan leszülethetnek ide, hogy emberré váljanak, mert egyetlen egy helyen, a Földön tudnak keresztül jutni úgy, hogy elmenjenek az arany kapuhoz. És ezt a teremtéstengelyt még az előd istenségnek is meg kell tennie, tehát aki teremtő isteni minőségben van, minimum egyszer meg kell próbáltatnia magát, és le kell születnie emberré lenni. Aki nem teszi meg, nem tud a teremtésben társteremtőként az Anya és Atya Isten házába bejutni, és főleg nem tudja, hogy milyen teremtést vezet, mert nem érzi át, hogy sejtszinten, atomszinten a lélek és a szellem akár a halál útján milyen fájdalmat érez, vagy mit tapasztal meg. Lehet beszélni arról, hogy de szegény neked, milyen nehéz a sorsod, mert látjuk, hogy milyen problémáid vannak, de nem éljük meg. Együtt érezni lehet, de nem ugyanaz, ugyanazt át és megélni. Ezért hiszem, hogy nem jó vezetője egy nemzetnek bármelyik kormányfő, aki nem ugyanabból az alomból jön és nem csinálja vele végig. Ezért kellene kegyelem teljesen minden politikust rákényszeríteni, hogy miket tapasztaljon meg, mert amikor oda kerül, hogy hatalmat kap a kezébe, nem fogja tudni honnan gyűjt, ugye a gyűjtmen, és nem fogja tudni, hogy mennyi egy kiló kenyér. És ő fogja megmondani, hogy mik legyenek az árak, vagy hogy ki milyen hitelt vegyen föl, vagy mit csináljon. Ő biztosítja magát politikailag, és fél, és még emeli is a fizetését, mert pontosan tudja, hogy semmihez nem ért, és ha onnan kiebrudaljuk majd, éhen döglik, szó szerint mondom. Tehát én már azt csináltam volna korábban is, hogy meghagyjuk nekik a bosszöltönyöket, meghagyjuk az Audikat, meg a nem tudom miük van, mindent meghagyunk, és beköltöztetjük egy lakótelepi lakásba, havi 60 ezer forintért. Öltözzél, drágám, bosszöltönybe, járjál Audival, de nem kaphatsz benzinre több pénzt, semmit se kaphatsz, azt kapod, ami az átlag. Na majd azt megnézném, hogy mit dolgozna.
mikor eltünteti a munkahelyeket, meg aláírja, mindent aláír. Tehát értitek, mit akarok mondani? Tehát ez az univerzumban nagyon pontosan működik. Nem lehet teremtő isteni irányító az, aki nem száll alá, nem lesz ember, és nem tapasztalja meg a halált, kínját, a gondolat szó cselekedetének az okokozatát, és nem megy végig a teremtésen. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. De mivel a Föld szabad akaratra lett teremtve, és ezt az Isten betartja, más lények egyébként nem tartják be, felejtsétek el, nem tartják be, ezért fordulhat az elő, hogy ilyen pokoli állapotok vannak a Földön, mert amíg az Isten betartja, mert tudja, hogy az itt lévő inkarnációi azáltal fognak tapasztalni, amit itt megélnek, és pontosan tudja, hogy így tud Jézus magának kősziklákat nevelni, mert azt nevel magának, és neki nem kellenek a gyenge jelleműek, meg az irigykedőek, meg a rossz indulatúak, meg a pökhendiek, meg az egoisták. Ezért nem nyúlhat bele, és fokozatosan kell fölemelkednünk kínok kínján a magunk ranglétrájára, mert mi leszünk azok, akik később teremtenünk kell, és megtartani a teremtést. Mert most nem elég beálljunk a fénybe, ezért beszélek ennyit ezekről, hanem amikor megkapod a képességedet, a teremtő erőddel meg is kell tartani, amit kivívtál és lehoztál magadnak. És ott még nem biztos, hogy minden csodálatos lesz és aranykorban élünk, hanem ki kell vívnunk. Mit mondok? A fényvallásunkat ki kell vívjuk magunknak, és nem háborúskodva, hanem evidenciákkal és bizonyítva, hogy mi a szeretet útján haladunk, és ez az igazi önvaló vallása. Értitek? Amikor látszott, hogy a Föld alázuhan, és jöttek a nagy kataklizmák, gondolok itt a nagy jégkorszakokra és a nagy árvíz korszakaira, és gondolok a minimum 13 ezer évvel és 14 ezer évvel ezelőtt történt utolsó jégkorszakokra, na akkor már látható volt, hogy a Föld olyan durva alsó káli jugába fog zuhanni, ami elvileg nem volt tervezve. Nem volt tervezve. De miután az égben betartja a fény oldala a szerződéseket, a másik meg nem, és kihasználja a szabad akaratot a Földön. Ezért ugye látható volt, hogy nagyon poláris lesz a Föld energetikai rendszere, ami nem az atyai yin-yangot mondja, a sötétet és a fényt, mert arra szükségünk van nekünk is, hogy edzen bennünket a tapasztalat útján, hanem beszélek egy harmadik erőminőségről, akiknek semmi se szent, és nem földi eredőek, hanem földön kívüliek, ma ezeket illuminátusoknak mondjuk, és ezek az illuminátusok olyan lényekből állnak, akiket mi jobb, hogy nem látunk, de látjuk néhány kivetülésüket, itt ilyen hüllők, és akkor húzza a fejét, meg rángatja a farkát, meg sok minden, most nem akarok karikírozni, de itt vannak, és ezek ülnek a pozíciókban. Na, végük lesz. Most nem szoktam rajzolni, de lerajzolom nektek, hogy értsétek, hogy ez mit jelent. Tehát van nekünk, na most akartam először rajzolni. Be kell vizezni egy kicsit, szerintetek? Van másik? Na mindegy, akkor vizuálisan rajzolom, érteni fogjátok. Tehát van egy felső háromszögünk, legyen ez piramisunk, de egyelőre a Szent Háromság, és ugye van egy alsó háromszög. Akár ezeket össze is csúsztathatnánk, csak most azért nem teszem, hogy értsétek. Tehát ez a felső, ez az alsó. Ez még idáig érthető, ugye? Mert ez a polaritású. Van egy háromszög. Tudom, de mondtam, hogy vizuálisan rajzolom. Hát olyan, nem látjátok, tehát nem olyan nehéz. Van egy felső háromszög, és van egy alsó háromszög. Stimmel? Ezt értitek? Köszönöm szépen. Tehát van egy felső háromszög, mint egy piramis, és van egy alsó háromszög. Mondjuk, hogy ez ennek a tükörképe, ugye? És itt a tengely, mondjuk azt, hogy ez a Föld. Mondjuk azt, hogy a magyar lélek itt áll. Ez a fejünk az égben, ugye? Ez a nyakunk, vagy a derekunk, és itt vagy. És itt mostan állunk a tengelyen. Ez itt a fehér ruhácskád, ez a lábad, a sötétkék ruhád. Vagyis a tengelyeddel összekötjük most az eget és a földet. Mert azt most ott totál pokoli állapotban vagyunk. Régen ez így nézett ki, volt egy felső világ,
volt egy elszigetelt alsóvilág, és a Káli Jugát úgy kell megtenni, hogy vagy innen rajzolom így, de el kell indulni ugye innen, itt ez az utolsó origópont, és most ide kell följutni az atya mellé, csak általában úgy van, hogy itt megyünk föl jobbra, és itt jövünk le, de mivel Jézus így, várjatok, hogy rajzolja? Alfától omegáig, ugye így mondja. Ez az alfa és az omega. Tehát, hogyha ez az alfa, akkor fordítsuk meg, menjünk így, és menjünk itt föl az aranykapun, és így jövünk föl az atya mellé társteremtőként. Ezt értitek? Ez csak az elmélet. Nem? Igen. Ja, igen. Na, tehát a hármas kereszt a magyarnak micsoda? Fölemelem a kezem, a fejem, a lélek útja, a fehér ruha, itt a derékon a sötét, és a sötét oldal pedig lent a földben, a földet kapcsoljuk össze. Tehát az eget és a földet kapcsoljuk össze, ez két teremtés minősége. A magyar lélek energiája, amikor fönt vagyunk, ez az aranykor, és amikor a föld, ugye a vaskorszak, ez a sötét korszak. Mert ezt végig kell járjuk, mint mondtuk, ugye? Tehát tengelyben végig kell járjuk. Na most, hogyha ezt a kettőt összecsúsztatjuk, mi történik? Mert ez fog következni most. A fény, mikor magába olvasztja a sötétséget, vagy belefordul, mert ez az isteni alsó polaritás, ez a sötétség és a fény. Vagy hogyha ismeritek a yin-yangot, na ugyanez, csak fordítsd meg. Ha ez a két világ összecsúszik, akkor mi történik? Kinek a szimbóluma most? Dávid csillag. Hát ellopták. Ellopták. Mert a mi, tehát ezért nem szabad azt gondolnunk, hogy ez egy rossz szimbólum, mert most ez fog megtörténni. És itt az atya szeme. Magunkba fogjuk olvasztani a sötét világot, illetve azokat az ártó erőket, amelyek itt topzódnak, és ez nem a harmadik energia, vagyis ez nem a harmadik energia, ezek át fognak fordulni és fényé válunk. Azt kell tudni, hogy az atya polaritásában, ha az ember így áll, ahogy én rajzoltam, elmondtam, hogy ebben az alsó tudatállapotunkban benne van a gyűlölet, a harag, az irítség, a féltékenység, az egoizmus, a kapzsiság, de szükséges, hogy benne legyél. Hát, ha nem tapasztalod meg, nem tudod, mi a lélek útján járni, igaz? Mert itt te már szeretsz, itt már boldog vagy, itt már látod a fény, már akarunk menni. És most képzeljétek el, hányan állunk így, hogy már mennénk, és még lehúz bennünket az anyag, és össze vagyunk zárva többféle tudatállapotú emberrel. Ugye ezt szoktam mondani, hogy gumibugyisok. Mert hogy rengeteg tudatszint van, rengeteg. És a fénynél is rengeteg. Ezek a síkok, ezek az emeletek, amiről beszélünk. Csak egy a helyzet, hogy akárhonnan születünk ott az én ábrámon, ha nem megyünk végig ezeken a stációkon, és úgy jövünk át az aranykapun, nem lesz tapasztalás útja, amit megéltél. Értitek? Na most az a nagy helyzet, hogy ez a yin-yang szükségszerű a teremtésben, olyan, mint az éjszaka és a nappal nekünk. És ami most fog történni, az ettől sokkal több. Mert ez nem látható. És ezt megpróbálom elmagyarázni nektek, mert erről nem beszélnek. És összekeverik. Ugye a Föld belsejében is van élet, ezt már tudjuk, mindannyian tudjuk. Vagyis a 12-13 évvel ezelőtti nagy kataklizmában, amikor Atlantis pusztulása volt, az még korábban volt, tehát azért mondom, hogy 100 000 évet is átöl el, de kicsit akarok, hogy mindenki a tudatával befogadja, különféle lények el tudtak menni a Földről, mások nem tudtak, és beköltöztek a Föld belsejébe. Csodálatos városállamokat építettek ki magas rezgéssel, az nekik nem volt gond, mert kifele is magas rezgésűek voltak, és a földanya belsejében tudjuk, hogy a belső nap, a belső szeretet rezgés van meg, kompatibilisek voltak, és beköltöztek a föld belsejébe. Itt ragadtak. Ez ideig tiszta. Igen ám, de mivel kering a föld a saját precessziós körében, mivel a föld megengedte, hogy ide jöjjönek ezek a szabad akarat elvéből, ezek a lények, akik ugye nem a mi táborunk, hihetetlen nagy problémák alakultak ki. Elmondom, hogy mi. Tehát amikor a sötét és a fehérről beszélünk, és arról beszélünk, hogy Mihály arkangyal a seregek ura, akkor ő nem más csinál, mint a fény oldalából érkező szellemeket,
ezekből a birodalmakból érkező szellemeket, felkéri, és kiképzések folynak a sötét oldal kiképző táborában, azért, hogy amikor a visszafelő induló úton vagyunk, akkor már edzett harcosok, katonák és fényemberek, fénylények legyünk. Ezt értitek? Ez olyan a szellemvilágban, mint amikor az amerikai bázisra katonákat képeznek, mert hogy Irakba be akarják őket vetni, és elviszik őket mondjuk Guantanamo-ra, vagy mit tudom én, miük van. Meg az a francia légió nagyon híres, tudjátok, a francia légió. És ott olyan edzésben vesznek részt az emberek, pszichikailag, lelkileg, testileg, akik utána pontosan kiszámítható, hogy az ő harcos területeiken hova vethetőek be. Most nekünk, embereknek és fényembereknek nagyon fontos, hogy ne csak a lelkünkről beszéljünk és a fényről meg a szeretetről, mert ha nem ismered a másik oldal energia minőségét, elveszel. Tényleg. Ezért Mihály van azzal megbízva, hogy katonákat képezzen ki belőlünk. Tehát biztos lehetsz benne, ha te fényharcos vagy most, hogy voltál olyan régi harcos is, a sűrű teremtés közegében, a régmúltban, mint magyar lélek is, ahol bevethető voltál, és megtanultál rengeteg szellem harcmodort, rengeteg technológiát és technikát. És most ennek nagyon nagy hasznát fogjuk venni, mert mit tanítok nektek? Tisztítsatok, védelmeket állítsatok föl, és használjátok a teremtő tudatotokat és erőmezőtöket. És ez azért szükséges, mert van a harmadik erő, akiről most fogok beszélni, akik, még egyszer mondom, kihasználva a saját, a Földnek a saját szabad akaratú zónáját, elkezdtek portyázni és támadni a Földet. És az itt létezőket és élőket bizony likvidálták, vagy bázisokra elholták az univerzumba, és megszállták. Na, ezek, amiről a Horst Péter beszél, és a Cseke András, nézzétek meg a Hun televízió, meg a Lélek televízión, mert nem félni kell ettől, hanem tudatunkra ébredni, könyörgök. Mert akkor értelmezni tudjuk a magyarság sorsát, ha mögé látunk a színfalaknak. Ugyanis ezek a Földön kívüli lények különféle dimenzió kapukon keresztül bejöttek a Földre, és beépültek az emberi faj közé. És miután nem Isten képmására teremtett lények, elkezdtek használni ember formát. Ha láttatok olyan filmet, hogy ilyen lombikokba teremtenek embereket, és kivetítik, hány él már közöttünk, hogy emberforma. Na, én időzőjelbe eddig, mert csak nektek mondom most ezt, másnak még így nem mondtam részletesen, emberformaként megjelennek közöttünk, nem tud szerelmeskedni, nem tud örülni, nem tud sírni, hanem vagy néz jobb esetben, és nem érti, hogy te neked milyen tulajdonságaid vannak, mert nem őshonos eredő ember, és ez a jobbik eset, vagy működik benne egy program, és bármit tehet. És Földön kívülről irányítják. Na most azt kell tudni, azért mondtam el most, hogy értsétek, hogy mi zajlik most a világban. Ettől hivatalosabban és hitelesebben el tudná nektek a Cseke Andris mondani, meg a többiek, sokan tudják már egyébként, de én azért mondom ezt el nektek, mert ha a nyáron nem találkozunk, tudnotok, hogy hatalmas erő összecsapások vannak, és ezt jelezte most is június 21-e éjszaka. Ugyanis az elemek nem más, mint a harcos energiák levetülései. Örüljünk neki, hogy a mája fájtla fönt van fölöttünk, mert az ember pszichéjével, lelkével és tudatával nem tudná elviselni, amilyen háborúk folynak a Föld körül. És miért? Mert a Föld a célpont. Nem a Kárpát-medence, csak maga az egész Föld. Ez mit jelent? Még egyszer mondom. A Föld speciálisan megalkotott bolygó, a hét szentség által, ahol a legtöbb van a világ mindenségben arany, gyémánt, ezüst, kőolaj és földgáz egy dolog, mert a Föld szerkezetileg egyedi, unikum a világ mindenségben. És ezek a Földön kívüli hordák, akik jöttek eddig, ellopkodták tőlünk. Különféle fény járműveken hordták ki a Föld aranyait és mindenféléjét, ugyanis a világ mindenség több bolygóján nem tud megteremni, és nem tudott több milliárd év alatt létrejönni az arany, az ezüst és a többi kincsünk, és szükségük volt rá. Véletlen ez szerintetek, hogy a 90-es évek elején azért találták ki az Unió intézményét, hogy minden egyes országnak elvitték az aranyát. New Yorkba, Angliába, meg talán még Tel Avivba is.
És fölmerül a kérdés, hogy mit akarnak az arannyal? Na szerintetek mit akarnak? Miért félnek a lélekébredéstől az aranykor küszöbén? Hát azért, mert olyan magas rezgést produkál az arany, amilyen rezgést produkál egy magyar lélek. A szerelmetes szeretet rezgése hihetetlen erős. És félnek tőlünk. Ugyanis az ő energiájuk a félelem energiája. A mi energiánk a szeretet. És hogyha az ő energiája a fizikai testében nem tud veled jönni a szerelmetes hevület forrósodó energiájába, ha nem bírja el, szétesik a teste. És kiderül, hogy kicsoda. Ha úgy derül ki, hogy jó szándékú, jöhet velünk. Föl tudja venni a fénytestet. Ha úgy derül ki, hogy na te vagy az, aki Isten ellen dolgozol, és nem tartod be a tisztességes szabad akaratot, ezek meg vannak pecsételve, no comment, nem kell megijedni, ezért jelentettem be a hajókat. Februártól itt vannak. Pecsétek alapján összevonják őket, és viszik el rögtön. Tehát erre készülünk, de nem tudjuk, hogyan zajlik, mert több terv van, és atya nem mondja el az ő tervét. Értitek már? Na, tehát mondom tovább. Tehát ezek az úgynevezett illuminátik beépültek az emberiség közé több ezer évvel ezelőtt, és a Kaspi és a Kaukázus területén landoltak különféle kapukon. De az is elmondom nektek, hogy Irak-Irán megtámadása amerikai szempontból és a távol-keleti területek nem a kőolajért folynak, frászt. Ott vannak a legerősebb átjáró kapuk a naprendszerekhez. Tehát, ha én azt mondom nektek, hogy itt van ugye a naprendszerünk és itt a Föld, azt kell tudnotok, hogy a naprendszeren belül a Föld zónájában van a legtöbb kilépő és belépő koordináta. Mit jelent ez? Ha innen elindul egy hajó, vagy ide érkezik, nem kell így mennie, így, hogy ebbe a galaxisba eljusson, hanem itt beáll, gondolati erővel itt van, egy pillanat alatt. És mivel a világ teremtése szempontjából a mindenható Istennek a legfontosabb a Föld a kiképzés szempontjából, mert emberként itt képeznek ki bennünket, és innen lehet följutni az Atya Istenhez egylényegűvé lenni, mit fognak támadni? Azok a galaxisok? Nem mindegyik, nem kell megijedni, csak azok a lények. Hát a Földet fogják támadni, mert meg akarták szerezni. Ugyanis itt a lélek és a szeretet, a szabad akarat uralkodik. És őnek erre szüksége lenne, mert ő meg akarja tapasztalni az abszolút isteni hatalmát, amiben engedélye van, nem baj. De ahhoz nem volt engedélye, hogy elraboljonak embereket, és a Földet tönkre tegyék, és ilyen pusztulatot okozzanak, amiben vagyunk. Hát gyerekek, pokolba élünk. Mi magok tudjuk, ezért szenvedünk, mert mi innen jöttünk, és más a rezgésünk. És ugye bele is generálnak bennünket a testvérháborúba, a gyűlöletbe, meg egyébbe. Egy nagyon fontos, el ne higgyétek, hogy gyűlölködő nemzet vagyunk. Ezt hirdetik rólunk, hogy már lassan el is hisszük. De én látom, amikor elmegyek egy-egy rendezvényre, hogy hogy sugároznak, és rögtön egyek leszünk, testvérek leszünk, és segítjük a másikat. Nem is kell más tenni, csak ezt kell tenni. Csak ezt kell tenni. Rengeteg fénylény inkarnálódott közöttünk, rengeteg istenember és abszolút Isten. És természetesen a másik oldalból is be vannak itt vetve, de nem kell tőlük félnünk, mert a szeretetünk olyan szinten leveg már most, hogy fölül fogjuk érni őket. Hát akkor most ebből már kitaláljátok, hogy a Dajánát kik nyírták ki, és miért. Igen. Ő egy fényküldött volt, és bizony nem tetszett nekik, hogy ezt csinálja. Na, ezt azért mondtam csak el, hogy tudjátok, hogy ne utáljuk annyira ezt a zsidó szimbólumot, mert ez a miénk. Furcsa, de a miénk. Higgyétek el, és most ez fog történni, hogy egyesülünk az önvalónkkal, és beállunk a fénytengelybe. Jó? És azért mondom el mindjárt, mert azt is elmondom, hogy Jézus idejében, bocsánat, hogy ilyen krikszkrasz, de ezek ugye arra jó, hogy talán megértsétek. Tehát Földről beszélünk, azt már értitek, hogy több lény idejött. És azt is elmondom, még most a végével kezdtem, de nem baj, mert az elején még jobban fogjátok érteni. Mátyás király volt a pálosok rendszerének a lezárója az ő életében, itt a Földön, körülbelül 500 évvel ezelőtt, és azért tette, mert pontosan tudható volt, hogy ezekből a rendszerekből Földanya engedélyével és a mindenható Isten engedélyével
rengeteg lény le fog ide születni inkarnációban. És mivel alacsonyabb rezgésű, mint a pálos szent vérvonal küldötteinek az energiája, és nem tudtuk védeni, mert nem is akartuk, mert elkezdett a mag visszahúzódni, átadtuk a terepet a fejlődés szempontjából a Földön minden időben, mert mi benépesítettük, elindítottunk, férfiak gyönyörű fénymagokat adtak, lányok, tündérek és csoda aranyasszonyokként gyönyörű lényeket szültek, adtunk Európának és a világnak királyokat, királynőket, és elkezdtünk szépen visszavonulni. És tudtuk, hogy olyan korszak következik, lásd vaskorszak, ami nem a miénk, de meg kell engedjük az isteni akarat fejlődése szempontjából, hogy emberré legyen nagyon sok lény. Ez megvan, ez tiszta. Na, Mátyás bezárta a kapukat, fölkészültünk a legrosszabbra. Hát volt. Volt ugye ilyen szabadságharc, olyan szabadságharc, újkori történelmünkben Trianon volt, első világháború, második világháború. Ezt majd nem is mondom, hogy ne megijedjetek, mert nincs már mitől megijedni, de volt mögöttünk bőven elég. Nagyon nehéz korszakokon vagyunk túl, de most kezdett inkarnálódni a besűrősödött fény, gyémánt, mag. Most már föllélegezhetünk, boldogok lehetünk, mert egész egyszerűen olyan csodákban van és lesz részünk, hogy csak örülnünk kell. Végre eljutunk oda, hogy örülhetünk magunknak, a magoknak. Mert mit mond Úr Jézus? Hogy ti vagytok mag a tokban. Magtok. Milyen régi kifejezés, ugye? Mert a tok a test, a mag benne, és maga, magja a tokja. És a magot hozod magaddal a szívtengelyeden keresztül. Na, neki rugaszkodunk Úr Jézusnak. Mindig neki. Tehát sok ezer évvel ezelőtt látszott, hogy a Földön komoly problémák lesznek. Fölkészült a Föld a fény fogadására, és tette ezt sokféleképpen. Az egyiptomi kultúrákban nagyjából van belelátásunk. Tudjuk, hogy abban a korszakban is mik voltak, de elindult a jézusi program. Voltak ugye már a Pártus Birodalom, Közel-Keleti Biroda, Irak, Irán területén, mi magok ott voltunk, városállamokat alapítottunk. A Joachim és Anna megírta szintén a saját programját. Mégpedig úgy, hogy amikor ők választhattak a diaporámájukon és a családfájukon, és lejöttek, Mária már pontosan tudta, hogy kikhez születik le Annánál és Joachimnál, és hogy ő lesz az Isten szülő. A rövid története ennek az, hogy Joachim és Anna mennek, hogy gyermekük születhessen, áldást akarnak kérni az Úristentől, mennek ide, mennek oda, sehol nem találták az útjukat, míg nem valakivel találkoztak, ez ősi iratokba át lett fordítva arámi és egyéb nyelvekből, ez már ténykérdés, és akkor kérdezik tőlük, hogy hát hova mentek, mondják, hova megyünk, hát miért oda mentek, miért nem mentek Magdalában mágusok földjére. És kérjetek ott a főpapoktól és az aranyasszonyoktól áldást. Hát mondták tényleg, ez talán eszükbe sem jutott. A lényeg az, hogy Magdala városában a pártusok idejében hatalmas spirituális csillagászati központ volt. Ott volt a kiképző bázisa a táltos sámán aranyasszony minőségnek. Ez azt jelenti, hogy a gyerekeket pici koruktól nevelték különféle tudományokra, a csillagászatra, a harcászatra, a főzésre, a varrásra, a spirituális, tantrikus szerelemre, hogy hogyan kell behívni magunkhoz a spirituális tiszta lényt, aki le fog hozzánk születni, és ez nekik természetes volt. Magdala városában. És akkor Joachim és Anna áldást kapott az égtől, és azt kérte a főpapon keresztül az Úristen, hogy igen, de ajánlják föl leendő, születendő gyermeküket az Úristennek. És ez megtörtént, Máriát fogantatása előtt fölajánlották az Úristennek. Ez innentől kezdve nagyon komoly dolog, mert elindult a program. Ugyanis Mária szelleme és Jézus szelleme, mivel egy szellemcsaládból valók, megegyeztek, hogy Mária előkészíti az ő fényét, méhét Jézus fogantatására, ami szintén fényfogantatás lesz. És meg fogjátok talán érteni az előadás végére, hogy ez miért nagyon fontos nekünk magoknak. Hiszen ha ez nem történt volna meg, nem lenne ilyen könnyű a helyzetünk, és nem lenne nekem se ilyen nagy szám, hogy én boldog vagyok, hogy jézusi minőségű családba születhettem veletek együtt. Tehát megírta Mária is az ő forgatókönyvét, Jézussal megbeszélték, megszületett, és abban a pillanatban felajánlották a szülei. Ott maradt Magdala városában, és ott a csillagászati központban tanult egy csodálatos spirituális közegben,
És amikor megtörtént a fény beavatása és fogantatása, valóban fény útján történt, akkor nem embriót hordozott, emberembriót a pocakjába, vagy hogy mondjuk másképpen nem akarom csúnyán mondani, tehát nem egy olyan földi szerves magzatot hordozott a pocakjában, hanem egy fény burkot hordozott a pocakjában. Egyébként az embrió sem lejáratás, mert pont így van meg a fogantatás pillanatától mindannyiunkban a teljes teremtés, ami mindannyiunkban benne van, embrionálisan is, mert közletásvány, növény, állat, mindent hordozunk, amit a földanya hordoz, minden édesanya, amikor ugye a szülésre készülünk. És egy fényburkot hordozott a pocakjában, és az a jézusi kódokat tárolta földileg, és földanya földön, vagy szűzanya földön volt. És amikor eljött az ő ideje, megjelent kicsoda, Gáspárt, Menyhért, Boldizsár. Na hát kik voltak ők? A fényhajók voltak, három fényhajó hozta Jézust. És fényhajók ereszkedtek le ide a föld közelségében, és Jézus onnan manifesztált oda magából egy lény minőséget, és az eredő szellemi felső entitás pedig fönt maradt. Tehát a fényhajón volt az önvaló entitása, és az emberbe identitásként is fényemberré jött le csak, és nem vette föl a föld legalacsonyabb rezgését, mert nem tudta volna a programját elvégezni. És a program a következő volt. Amikor a keresztre feszítés megtörtént, és most ebbe vágtam bele, hogy mi a legfontosabb program, azt kellett végrehajtani, amit még egyetlen lény sem hajtott végre ezen a földön, mégpedig az arkangyali rendekből, mint előd istenség, vagy Isten gyermek, összekötötte az atyai fénytengelyt a földanyával, és mit mondunk? Megrepettek a kárpitok, elsötétült az ég, és földrengés támadt. De az ég nem csak így sötétült el a naprendszerben, a harmadik dimenzióban, és minden sík térében a Földnek. Képzeljétek el, az egész világ mindenségben sötétség támadt rövid időre. Ugyanis az atyaisteni, anyaisteni házból, mint amikor a biztosíték kisül, ha a villám becsap, így képzeljétek el egy pillanatra, átvezette a kereszten keresztül ezzel a fénytesttel az energiát, és lement a Föld belsejébe, a Föld magjába, egyesült földanya fény magjával, majdan visszajött, és azt mondjuk, hogy felméne a mennyben, és ott uralkodik az Atyaisten jobbján. Na most sokan mondják, hogy nem ide ment, nem oda ment, hova ment, ez engem nem érdekel, hova ment, meg mit csinált, ezt ő tudja, én nem is akarom ezt se felülírni, se megkérdőjelezni, de egy biztos, hogy megcsinálta nekünk az aranykapu rendszer, hogy majd most, amikor ezeknek a lényeknek a befogása megtörténik, mert folyamatosan van, és amikor a két teremtés egymásba csúszik, a fény és az alsó világok a földurával, egészségedre, megtörténjen a fény mag beállása az aranykor rezgésére. Értitek? Ez valami akkora munka volt, hogy ezt ember nincs, aki el tudja képzelni. Ugyanis azokat a téridőket, vagy emeleteket, ahogy a gyerekek is rajzolják, majd kérek abból is másolatot, mert gyönyörű, ezek szintek, ezek meg köztesek, így hívjuk. Itt mind energiában gondolkozzatok, mert másképp nem tudjuk értelmezni. Ezeket az emeleteket a Föld alsó magjában, mondjuk földanyának szívével, szellemével szerelmeskedik, egyesül, és ő fénytesttel tudja ezt energetikai ezeket kijavítja, majd ezeket is beszabályozza, és így megy vissza az Atyaistenhez a jobbjára társteremtőként. Na, ez a mi vérvonalunk. Ő ezt megcsinálta, és ugye ide is rajzolhatunk rögtön egy tengelyt. Összekötötte az eget és a földet. És hogyha ezt ugyanígy csináljuk, és aztán így csináljunk, akkor mi vagyunk mi? A teljes csakrarendszerünk ott van, és a teljes teremtés. Azt szoktuk dobolni, vagyok a föld, vagyok a nap, és mind együtt mi vagyunk, az isteni mag. Így van. Tehát ez a mi teremtési tengelyünk és születési tengelyünk, ha ezt az ábrát nézem, itt mutatom, ugyanis a nagy kataklizmák idején, amikor a Földet különféle támadás érte, ezek a szintek átszakadtak. Így lehet, hogy másnak is így fogom, jobban értitek. Ez olyan, mintha a lépcsőházak között megszakadna a lift, nem lenne lift, vagy átszakad az emelet, és itt esetleg még föl is jöhetnének olyan lények, akikre nincs szükség, és nincs rend.
ezeken a síkokon. Mert ugye, mit mondtunk, atlantiszi bukás után bementek a föld belsejébe, menekültek, és kialakítottak maguknak rendszereket. Na most, amikor Jézus ezeket a síkokat, vagy lifteket, vagy szinteket, vagy emeleteket, legyen a te lelked és tudatod szerint, kijavította, elindult egy új korszaka a Földnek, nem azt mondom, hogy rózsás korszaka, de ez ahhoz képest ez a 2000 év, pedig piszokú szenvedünk tőle, sokkal könnyebb volt, amilyen nagy kataklizmák voltak. És fölkészítette nekünk magunknak a magoknak a leszületést. Ugyanis elmondom, mi történt. Magdalai Máriával való szerelmével és szerelmében, mivel Magdalai Mária is szellemtestvére volt, és tudatos programmal jött szintén Jézus társteremtőjének, az égi tantrikus szerelmet használták, hogy azokat a családfa rendszereket kiépítve lehozzák Magdolna méhében, akik majd lesznek a hun, mag, vér családfája. És ezt hogy tudták megtenni? Azonos az azonossal, két isteni lény, tantrikus égi szerelme által föntről lehozta azt a családfát, amiben mi beleszületünk. Hihetetlennek tűnik, fizikailag vannak barátaim, akik nem fogom nevesíteni, bár nem titkolják, sőt, csodaként meséli több fiatal pár, hogy szerelmeskednek, amit nagyon sokunk nem tudunk már, mert elvágták a DNS rendszereinket. Képzeljétek el, hogy volt olyan, hogy első találkozás, tehát amikor szerelmesek voltak és szerelembe estek, szétdúrogtak a lakásba a lámpák, hatalmas elektronikus, tektonikus energiamező lett, látták a gyermeket, aki beköszönt, mert az anyának is kinyíltak a csakrái, és minden csakránk egy bolygóhoz van kötve, ugye? Minden bolygó ad egy minőséget a testen belül, a napfonat csakra közvetlenül a naphoz mondjuk is. Mert ugye hiába vágják el a köldökzsinót, a nap száll, ott marad, hát ez az éltető erőnk. És azok a gyerekek jöttek le, akiket láttak. Na hát ezt a fantáziátokra bízom, hogy két ember, ha így találkozik, úgy egyébként is mi történik. Tehát most nem effektíva a szex, mert az ugye az vele jár, hogy van egy kis pici boldogságunk, azt jó napot. De ez egy egészen más dolog. És úgy képzeljétek el, hogy mi régen így szerelmeskedtünk. Amíg a közvetlen kapcsolat az isteni síkkal megvolt, és állandóan hevületes szerelmet éreztünk egymás iránt. És akkor, mikor Isten emberek vagyunk, egymás iránt is, meg a párjaink iránt is. Ezért volt az, hogy mindig hűségesek voltunk és szerelemben éltünk, mert hiszen olyan szerelmetes hevülettel szerettük egymást, hogy nem kellett megkívánni mást, mert ugyanazt az élményt éltük egyfolytában. Na ez az isteni nagy titok, amire vágynak más lények, hogy megtalálják a kulcsát, de nem tudják, mert ahol nincs ez a fajta szeretet, nincs lélekprogram, nincs a szellemnek ilyen rezgése, nem tudja előidézni és megtapasztalni. Értitek? Na ez a mi vérvonalunk. Hát ugye mit keresnek? A grál kincseket, a kupát keresik, Jézus vérét keresik, meg már nem tudom miket keresnek. Azt bennünk van. Tehát ez a nagy dolog, hogy bennünk van. Félnek is a magyar lélek fölébredésétől, nem véletlenül kapjuk ezt a sok áldást. Valóban nem fogunk húst tenni. Rádöbbenünk, hogy az állatokkal egy lényegűek vagyunk. Ugyanazt a téridőt használják, ugyanolyan értelmes lények, csak nyilván mi az evolúcióban, a Földön mi vagyunk a legfölül, és a többiek integrálódnak, bár a kutyák nagyon érdekes. Úgy képzeljétek el, hogy nagyon sokszor ember és istenember szellem kutya formában is megnyílik. Nyilvánul. A legjobb példa volt erre a tegnap előtti szertartásunk. Rákészültünk, egyetlen egy kutyus volt közöttünk, és ráadásul nem is fajta tiszta volt, de egy csodálatos aranyos jószág. Rákészültünk a szertartásra, csodálatosan jött, ment, és hogy nagyon jól érezte magát közöttünk. Beálltunk a körbe, megindult a szer, valaki megkérdezte, mert mondtam, hogy nem szabad a tűztér közelébe menni, csak a fiúk álltak ott a tűzőrzők, megcsináltuk a szer fölállítását, beimádkoztuk, beáldottuk, mindent csináltunk, mindenki egyénileg fölkészült a szerre, és a kutyus járkált közöttünk, és megkérdezte valaki, de mi lesz a kutyával, mert nem lehet azt mondani, hogy nem mehet át a tűztér előtt. És mondtam, hogy a kutya majd tudja magáét, nem kell aggódni. Na, megnyitottuk a kapukat, képzeljétek, abban a másodpercben a kutya hanyat vágta magát, és olyan hangokat hallatott, hogy mindenki
Így néztük. De tényleg, és mintha beszélt volna, és hangosan, és kiabált, és vonaglott, és csinálta, és így nézett mindenki, egy csomó újak voltak, akik még ilyet nem láttak. Na, ilyet én se. Pedig már sok minden történt. Persze rögtön megjött egy fényhajó, igaz, Irénke? Azonnal abban a pillanatban megérkezett egy hajó, ahogy beköszöntünk, jelezték, hogy itt vannak a fénylények, minden rendben van. Megnyitottuk a kört, és abban a pillanatban a kutya vonaglott. Hát amíg nyitva volt a kapu, egyfolytában mondta a magáét, meg is köszöntük neki, becsuktuk a kaput, visszajött. Tehát valami hihetetlen. Tehát olyan szimbiózusban, harmóniában, egységben vagyunk a környezetben, hogy el se hisszük. Tehát ez a lényege ennek, hogy a földanya minőségét mi tartjuk és mi fogjuk megemelni. És ahhoz, hogy ez tudatos legyen bennünk, újjá kell születni. Tehát nem fogunk húsokat enni, egész más szokásokat veszünk föl, látni fogjuk, kinek hihetünk, tudni fogjuk, kinek nem, látni fogjuk, hogy ki hazudik, vagy ki akar épp, hogy a mostani induló multilevelébe egy lába legyél, vagy nem tudom, pénze legyél, vagy nem tudom, milyen legyél. Ez teljesen át fog alakulni. A pénzrendszer szét fog teljesen esni, már most szétesőben van. Na nem annak az új világnak a pénzéről beszélek, hanem ezekről a pénzekről, meg energiákról, és mi magunk fogjuk megteremteni az első kiugrás lehetőségét, hisz ennél nagyobb nyomorba taszított nép Európa szívében, mint mi, biztos nincsen. De szerte a világon is egyébként vállalják. Ez azért van, mert le kellett mennünk a legmélyebb pontra nekünk magoknak, hogy onnan rugaszkodjunk föl, és egységbe egyként fogjuk meg egymás kezét, és hogy értse mindenki azt, hogy milyen borzasztó a bankhitel, meg hogy bekopogtatnak, és szétverik, és befújják a gázt. Én csodálom egyébként, hogy nem vagyunk még az utcán mindannyian a bankok ellen, de remélem, hogy hamarosan. Mert mi már 2006-ban meghirdettük az ellenállási mozgalmat a Torockai Laciék, hogy ne fizessük ki se az adót, ők se fizetik nekünk, ha járna, de aztán egy hétig nem fizetsz, már büntet, meg végrehajt, mindegy. Tehát ne fizessünk se adót, mondtuk semmilyen számlát, azóta jött hozzá rengeteg bankhitel, nem merte vállalni a magyar lélek, mert még nem volt a középpontjában szerintem, és nem érezte, hogy ez lenne a dolga. Most meg már semmi probléma nincsen, mert úgyse tudjuk fizetni. Tehát most aztán rá leszünk kényszerítve, hogy mindenki egyszerre, ha kell, kimegyünk az utcára, de ha szerencsénk van, és a bennünk születő fény és szeretet olyan rezgést emel föl itt a Kárpát-medencébe, amire nem kompatibilisek a sötét tudatúak, akkor valóban, ahogy szoktam mondani, agyon szeretjük őket. Mert a szeretet energiája tényleg tud ölni, mint ahogy a nap energiája is. Mert az érzi ölésnek, aki nem egyenrangú és egylényegű. Ezt el szoktam mindig mondani, és nagyon tetszik a példa, de tényleg nem tudok jobbat, hogy adott egy fiú meg egy lány, barátok, és az egyik beleszerelmesedik a másikba. És próbál nyitni a szerelem felé, hogy vegyen már észre a másik, hogy nem csak barát akar lenni, hanem hát ő több kedves akar lenni. És akkor elkezd oda menni a másik, és suttogja neki, hogy jaj, annyira szeretlek. Hát ez meg hozzá van szokva, mert barátok. Én is. Hát de én még jobban szeretlek. Hát én is. De én nagyon-nagyon szeretlek. Jó, gondolja magam, hagyjál már békét, hallottam, hát szeretsz, jó van, rendben van. Na, de én szerelmes vagyok bele. Hát én is, krisztusi szerelemmel. De nem, hát én téged akarlak. Na, akkor fölugrik azt, vagy elszalad, vagy elkapja. Hát más biztos nincs. Hát nem, ez a hagyd magad előbb szabadulsz állapotunk lesz, csak önvednük nincs bennük ez az energia. És higgyétek el, ismerem ezt az energiát, mert lánykoromban jöttek a fiúk utánam. És én nem voltam ilyen, rándon dolgoztam, hát most tényleg nem voltam ilyen fiús állapotomban, és akkor azt láttam, megyek haza a munkából, akkor nagy szám volt, ilyen autók álltak a ház előtt, volt, hogy 2-3 is hazament, hogy keres engem. Hát a szüleim fogadták, leültették, ültek, vártak, hogy én jövök haza. Én meg láttam, hogy ott vannak az autók, és nem mentem be. De akkor se, ha egy autó volt, meg az se, ha több autó volt. És akkor, hú, apukám nagyon mérges, aztán minek gyűlnek ezek ide? Hát mondom, ki küldi őket, apukám? Hát én nem küldöm őket. Tehát nem mertem nekik megmondani, hogy de gyerekek, én nem akarok, én semmit nem akarok, meg nem is semmit. De annyira akartak. Hát azt én elmenekültem. Tehát így volt ez a szerelemmel is, hogy annyira, vagy elmenekülünk, vagy jönnek velünk.
De ez csak egy durva példa talán, mert az igazi szerelem ugye azért az fölemel, és mi maguk szerelmesek leszünk és vagyunk egymásba. Hát tudjuk egy szertartáson, hát mit élünk meg. Nekem egyszer volt, hogy kinyitották a szívcsakrámat, mert kettő szívünk van, ne felejtjétek el. Van a központi szívcsakra, és van a fizikai szívünk. A fizikai szív ellátja a testünk vérkeringését, a szellem szív pedig, amire Jézus és Isten anya és atya mutat, a központi szív a titkok titka. Ahol a lelked hona van, ahol a te programjaid, a te flopid, a te időkódod. És nagyon fontos rá vigyázzunk, mert ugye ez az isteni középpont. És az az igazság, hogy kinyitották a szívemet, és egyszerűen sírtam, mert akkora szeretet jött belőlem, hogy nem tudtam kezelni. Nem tudtam. Nem voltam rá fölkészülve. És nincsenek mások se fölkészülve. És ha valakit fölkészületlenül ér egy ilyen roham, hogy de én, hát én belehalok, annyira szeretlek, azon azt mondja, hagyjál már. Hát mit csinál? Szétégnek. Ez olyan, mint a fehér ruhá, vagy fehér bőrrel valaki kifekszik most a napra, reggel, mit mondanak egész nap? Ki ne feküdj, mert megégsz. Hát így lesz. Ki ne feküdj, mert megégsz. Hát ez lesz. Vagy jönnek velünk a szerelmetes hevülettel, elbírják ezt a rezgést, de hát ahhoz mi kell? Stációkon végigmenni és megtisztulni a tapasztalat útján. Rádöbbenni, hogy se a gyűlölet, se az irítség, se a hatalom, se a jeep, se a villa, se az egzisztencia, semmi. Egyen rangúak leszünk, egy lényegűek leszünk, egy szívből leszünk. És akkor azt mondta, hogy jöttek hozzám, és akkor sírtam, és hol az egyiket szorongattam volna, hol a másikat, hol a kisgyereket. Na hát erre pár évvel ezelőtt néztek, ez nem normális, mert menjünk innen, ez baj van. És igazuk van. És azt mondtam, Úr Jézusnak, zárjátok be, mert nem tudom ezt elviselni. Nem tudom megtartani. Nem tudom, mit kezdjek vele. Na most már nem lesz ilyen gondunk, mert az a szerelmetes állapot lesz, hogyha én oda mennék téged megölelni, vagy téged, akár férfiként, és ha a kedvesed ezen az állapotban van, és nem féltékeny, akkor nem nézne rám furcsa szemmel. Vagy ha egy lányhoz mennék oda, nem suttognának, de ez is már most. Mert azok vannak, azok föl is vonulnak néha, de nem a mi fajtánk. Hát érted? Szóval ezekre rá kell készülni lelkileg, hogy tudjuk kezelni. És azt hiszem tiszta szívemből, és úgy látom pontosan, hogy ez az év erre adatott nekünk. Önfelismerés, tulajdonságok letisztítása, fénybeállás és energia megtartás. És gyakorolni a teremtést. Mert ha egyszerre fogjuk akarni, hogy a bankok összeomoljanak és takarodjanak, bármit művelnek, nem maradhatnak. Egyébként sem a program megvan. Csak nekünk hinni kell, hogy ezekkel nincs dolgunk. Azért vállaltuk ezt a programot a kis kivetítőnkön és a diaporámánkon, hogy most a szétbomlás idején el tudjuk engedni. És meg tudjuk köszönni, hogy megtapasztalhattuk, hogy egy utat járhattunk be. Nagyon ritka, de Istennek hála azért van, a fényúton haladók között, akik jobb módban vannak, és majd fognak az ismeretlenség homályából segíteni, mert most tényleg káosz van anyagilag, viszont azt látom, hogy nagyon sok magyar érzelmű elkezdett visszamenni a földekre teremteni, és új energiákkal csodálatos étkeket fogunk újra beaktiválni, illetve majd manifesztálni is. Mert az egész föld minőség átalakul, és egészséges tápértéket fog nekünk adni a föld, mert földön kívülről is tisztítják folyamatosan a bolygót, és ezek az új rezgések már fölülírják az eddigi szokásainkat és teremtésünket. Jó, tehát azt hiszem, és azt tapasztalom, hogy legfontosabb megértsétek a szellemvilág működését a jézusi családnak és vérvonalnak, mert mi valóban a nagy boldog asszony ágán születtünk, és boldogok kell végre legyünk. El szoktam mondani, mert Szűzanya és Istenanya nagy boldog asszony mindig kérték, hogy magyarázzam el, hogy mi a nagy boldog asszonyság és mi a máriaság, mert nagyon sokan nem értelmezhetjük, meg nem tudjuk érthetően, hisz nem is tanultuk, és nem magyarázták el nekünk.
a nagy boldogasszony, vagy nagy bódogasszony, ahogy sokan mondják ősi nyelvezetben, maga a teremtő édesanyja, az ég királynője, a mindenkor jelenlevő mindenható anyaisten, aki a lányokban, a nőkben, a nőiségben jelen van és osztódásban van. De van annak nyilván egy eredő fő szelleme, fő lelke, aki tartja a teremtést a sugárba lefele, mint ahogy az atyaság a fiúkban van a fény maguk által. De a nagy boldogasszony nagyon fontos. Alatta van Mária, értelemszerűen, köszönjük, jeleztek, az Isten szülő édesanyja, és Mária alatt van Jézus. Ez a hármas tengelyünk nekünk, értitek? Jézus, aki lement a föld mélyébe, fölhozta az energiát, mi megtartjuk Máriával, és a nagyboldogasszonyhoz és atyához lélek útján fölcsatoljuk. Na kedvesek, ez a hármas kereszt. Vagyis a teljes teremtést meg tudjuk tartani lent és fönt, kint és bent szívedbe. Ez érthető így? Még egy nő minőségről hagy beszéljek nektek, Magdalai Mária minőségéről, aki Jézussal a legnagyobb szerelmetességgel teremtett, mint mondtam, és sokkal több feladatuk is volt ettől, de ebbe most nem mennék bele, és Magdalai Mária pedig az örökké szerelmet adó, árasztó női minőség, aki feltétel nélkül szerelmes mindenkibe. És ez a magyar lélek tulajdonsága, a szent lélek kegyelme. Ugyanis azért hármasság, a négyesség, mert ugye az anya, atya, fiú. És azt mondanánk, hogy hol a nő? De könyörgöm, a nő benne van, az anyában már, és a fiúban. És azért a fiú, mert az atyát nem látjuk. Sose látjuk. De a fiúban benne van. Mert a fiú ment le a kereszt halál által, vált egy lényegűvé, és ment föl az Atya Isten mellé. És hogy szoktuk ábrázolni az Isten anyát? A fiúval. Na de ha energiában nézzük, a fiúságban, az atyafiság benne van, a férj, mint társteremtő benne van, az égi atya és a férje az, a nőnek, és a szeretője is a fián keresztül egy nő minőségnek. Tehát ez mind mi vagyunk. Mert úgy szerelmetes szeretettel szeretkezünk, és szerelmesei vagyunk egymásnak, de csak akkor értjük meg a Szent Háromságba, ha energiába gondolkodunk. Tehát amikor a nagyboldogasszonyt a gyermekkel látjuk, a gyermeke is és a szeretője is, mert szerető szerelemmel teremtenek. Tehát ne emberileg gondolkozunk, mert akkor káoszba zuhanunk, azt mi is mertünk vonulni ott az autó ott a helyén, hanem energiába gondolkozunk. És ebben a szerelmetes energiában Magdalai Mária, a Szentlélek Úristen szeretetét sugározza felénk, a feltétel nélkül szerelmeskedő nő, ugye? Hiszen ő adja a szerelem minőséget. Lehet, hogy pont az ámor nyilát ő irányítja, amikor szerelmesek vagyunk. No, tehát ez az égi család családfánk, ez nem azt jelenti, hogy kirekeztünk bármilyen közösséget a Földön, vagy bármilyen nemzetséget Isten őriz, sőt, mi hiszük és valljuk, hogy minden az egyből ered, minden az egybe tér vissza, és felelősségünk van minden embertársunkért, és minden magyarnak minden magyarért. Viszont erre még egy pillanatra visszatérek, mert ugye a zsidóság ugyanolyan őskáoszban van, mint a magyarság, a zsidónak is ugyanúgy elvették a tudatát, mint a magyar lélek, meg a cigányságnak is, mert eszköznek használnak mindenfajt. De a zsidóságról azt kell tudni, ez nem az ő jelképük, csak használják, ezt már elmondtam. Viszont azt szeretném, hogy tudjátok, hogy Jézus, amikor meghalt a kereszten, és megkezdődtek az első üldözések, akkor a déli területeken rengeteg faluban, akkor zsidó törzsekben inkarnálódott szellemcsaládot kinyírtak. Ezek voltak az ős egyből érkező törzsek, akik valóban az ős egy Istenhez tartoztak, mint mi magok, magyarok, és a magyarságnak a 12 törzsében az egyik, ezek a fénymagú Jézust követő testvérek voltak. Csak baromi nagy kavarodás történt, amikor az arkhónok leszálltak, és pontosan a zsidó genetikát használták a beépülése, mert azért a hatalom, meg a pénzkezelése, meg a pozícionálás genetikája azért
azért őben lüktet elsősorban, viszont ők is meghozták a maguk véráldozatát. És majd, ha a zsidóság keresi a gyökereit végre, és nem arra használja, hogy a vélt és valós ilyen holokausztok, meg nem tudom micsodákból többszörösen rehabilitáltassák magukat, és pénzforrását tegyék és energiává ezt az utat, és belezuhannak a saját való törzseiknek a elvérzésébe, hogy mire használták őket mindenkorban, és főleg a vezetőik hogy vitték áldozati padra őket, mert a nagy vezetők mind zsidók voltak, akik kitalálták ezeket az iszonyatokat, és a saját fajtájukat ugyanúgy gettóba vitték és keresztre, mint ahogy más fajokat is. Na akkor tisztulnak majd ki a tudatok, és akkor már nem kell a zsidóságnak félni Magyarországon, hogy ilyen ál hírekkel, meg nem tudom mikkel bombázzák az embereket. Muszáj tisztán látni és kimondani őszintén dolgokat. Nem véletlenül van, hogy ott is egyfajta tudathasadás van. Mint ahogy tesz a magyaroknál is, több törzsbe, több mindenhol, most ezt nem ragozom. Ezt a programot használják ellenünk, a pénz programját, mágiáját. Hát az amerikai dolláron mi van rajta? És a sátán eszköze pillanatnyilag. A szem. És az, igazán a szem, az a szem úr, a szumír, a szent mag központ a szem. Mit mondunk, ha ránézel valakire, én rögtön a szemét nézem. Miért? Mert a szem a lélek tükre. És ha nem is látod, mert nincs időd nézegetni az auráját, sötét, fehér, nem, micsoda, nem kell ahhoz, elég a lelked. Belenézel a szemébe. Hányan vannak, hogy úgy beszélget veled, hogy mindenhova néz, mert úgy süt a tekinteted, hogy nem állja. Azt mi, hogy mondja a magyar? Nem állom a tekintetét. Anyukám mondta, nálunk a faluban, ahol én éltem, meg nagyon, szerintem abban az időben több ilyen volt, vagy majdhogy nem mind ilyen volt, egység volt a falvakban. Együtt arattak, vettek, locsoltunk, söpörtünk, mit tudom, gyümölcsöt szedtünk, hántottunk, mindent együtt csináltunk. És azt mondja, hogy több zsidó család is volt, nem is volt zsidó kérdés. Én bevallom őszintén, 20-valány éves voltam, és nem tudtam, mi az, hogy zsidó. Fogalmam nem volt. Csak itt dolgoztam a Szemere utcában, ott voltam tanuló a Szent István körúton, és sok zsidó vevőnk volt, barátaim is voltak közöttük. És mondja, zsidó, zsidó, zsidó. És hazamentem, és mondja, anyukám, mi az a szó, hogy zsidó? Hát azt mondja, fiam, én nem nagyon tudok erről beszélni, nekünk volt a faluban 2-3 család, nagyon jó volt velük a kapcsolat, de volt egy hülye öregasszony, mondja így édesanyám, aki mindig azt mondta, hogy majd megtudjátok még, hogy lesz idő, amikor magyar fejjel lesz kikövezve az utca széle. És hogy ezt mi fogjuk csinálni veletek, mert hogy ti ilyenek meg olyanok vagytok. Azt mondja, anyukám, nem is értettem, hogy mit mondott, ráhagytam. És akkor, amikor hazajött a bátyám, ő a külkereskedelmi főiskolára járt, azt mondta, hogy hát, azt mondja, én el tudnám neked mondani, mert több évfolyamtársam van ugye a kereskedelemben, különösen főleg a külkereskedelemben. Azt mondja, én sem tudtam mi ez, hogy zsidó, de van egy haverom, vagyis évfolyamtársam, és azt mondja, az egy olyan szemtelen, olyan pimasz és olyan törtető, hogy hihetetlen, hogy már legszívesebben lerúgnám a fejét, mondta a bátyám, mert azt mondja, ezzel egy épp elmélyű mondatot nem lehet szólni, és azt mondja, valaki mondta, hogy hagyd rá István, ne törődj vele, hát ez egy zsidó. És azt mondja, mi az, hogy zsidó? Tehát ugyanezt éltük meg, és gondolom ti mindannyian, mert nem volt kérdés a cigány kérdés, a zsidó kérdés, és akkor mondta, hogy azt jelenti, hogy zsidó, hogy ennek kapcsolata van mindenhol, akármilyen hülye fölveszik, akár elmegy orvosnak, nem tudja, akkor is orvossá válik, és a többi. Tehát akkor értettük meg a protekcionizmust, amit szintén nem értettünk, meg a származás elmélet tannyát. Mit csinál Jézus? Tördeli a kezét, és zokog, és azt mondja, hogy ó, atyám, atyám, hát ha meg kell halnom, te érted az okát, mert én nem értem, hogy miért kell meghalnom. Tehát miről beszélek? Fénytestfelvétel, halálállapot elhagyás. Átmehetünk halál nélkül, ledolgoztuk, megcsináltuk. És hogy énekel tovább igazi énekel, el se tudom mondani, hát azt hallani kell ezt a szöveget. Majd lehet, hogy megkérem, hogy énekelje föl, föl fogom venni már egyszer magnóra, bár biztos játsszák színházak, mert tudom, hogy játsszák, de engem még így megérinteni, ugyanis ezt tanítom. Amikor ő azt mondja, hogy drága atyám, te tudod, hogy miért kell meghalnom, én nem értem ennek az okát, de hát ha meg kell tenni, megteszem, mert te vagy a nagy rendező, tied az akarat, a hatalom, és én itt vagyok, rendelkezz velem. Hát véletlen, hogy úgy ábrázolják Jézust, hogy tördeli a kezét, és ül az olajfák hegyén, és elmélkedik, és beszélget? Na most ez miért fontos nekünk most? Mert nem tudta, hogy mi fog történni a kereszthalála után.
hiszen az ember tudat kivetülésével a félelem okán félelmet generál, földrengések, katasztrófák. Szerintem tuti, hogy valami olyan dolgok történtek a kereszthalál után, amit nem is tudunk, nincs is a történelmi könyvekben. Szétszakadnak földrészek. Hát a földnek a rendszerét át kell építeni. Hát most is a földrengés van, tuti, hogy valami nagy dolgok történnek. Ezt énekli. És ugye mit csinál? Előkészíti a földet a jelenkorra. Amikor kiépíti az átjárhatóságot az érkező fénylényeknek, fényflottáknak, hogy amikor Mátyás ezeket rendszerezi, bezárja, mi majd kinyitjuk. És mit csinálunk 15 éve? Nyitjuk ezeket a galaktikus téridő rendszereket és kapukat. Minden második spirituális testvérem kapukat nyitogatott, én magam is. Csak vannak, akik, mondjuk ha fölfele megyek, mert én fölfele járok, nem lefele, de vannak, akik lent is dolgoznak, ugyanúgy testvéreink. Van, aki ide nyit, itt áll, ide nyit. Van, aki itt áll, ide nyit. Van, aki itt áll, ide nyit. Össze-vissza, de minden kaput ki kellett nyitni, hogy a fény megérkezzen, hogy megszűjjük a fényt, hogy így álljunk bele, hogy itt már teljességünkben állunk a fénybe, és húzzuk magunkkal Matyóska baba, és ide állunk be a közepébe. És én meg, mikor beállítottak, ide álltam, és ide nyitottam. Hát Irenyke a tanúm, nem mondom, hogy mentünk Erdély területeire, évekig dolgoztam, és jöttek mellettünk a fényhajók. Így látta, ilyen messze, 3 méterről arrébb. Így követtek a hajók. Ezek plasztikhajók, nem fényhajók. És vigyáztak, hogy bajom ne legyen. Hát gondoljátok, félek most ezektől. Mikor a flotta leszállt januárban, és azt mondták, hogy indulj, teljes védelmet kész, menj, hirdesd az igét. Nem akartam. Minek? Mit mondjak? Benne állunk a tenger, és én, ti vagytok. Minden együnk itt baba. Fény isteneként állunk készen a szolgálatra. Tehát nincs mitől félni. Biztos lesznek atrocitátos, nem lehet kikerülni. Hát gondoljátok el, majd megírjuk a kormánynak, hogy köszönjük szépen, nem kell nekünk segítség a kormánytól, de mi nagy boldogasszony boldogságával szerelmesen szeretkezni fogunk, és fénybe állunk. Na majd jönnek ám, hogy Úristen, ezek szeretkeznek? Mint a cekének egy pap fölhívta és elküldte e-mailbe, hogy maga milyen életű, maga szerelmeskedésről beszél, és maguk gruppenszexet csinálnak. Mondta az András, hogy igen, és minden pillanatát élvezzük. De tényleg, ez a dolgunk. És akkor én meg fogom nekik írni, mert van nekünk a Fénysugár Jézus Krisztushoz Szeretett Szolgálat alapítványunk, akinek szerintem a világon egyedüli alapító okirata van, ahol leírtam, hogy üzenetek átadása mindenkinek, kormányoknak is égi csatornából. Kaptak belőle hazárulást bőven. Több idézőjelben vittem nekik az üzeneteket, és miután én mint Jézus és Nagy Boldogasszony alapítvány vagyok, most bejelentem, hogy fényvallást alapítok. Nem egyházat, fényvallást. Vallom, hogy a szeretet a legmagasabb szintű érzés a világon. Hát kössön bele. Mondom, nem érted? Hát majd, ha belém szeretsz úgy, ahogy én beléd testvérem, akkor megérted. Ha nem, nem vagyunk egy szinten. És ki azt mondja, hogy mi a vallás alapja? Azt mondom, a szeretet. És ki a vallás középpontja? Megmondom, a nő, végre. Mert a papokból elég volt. Azt mondják, anya szent egyház vagyunk, egy darab nő nincs körülöttük. Ha most megfordulunk, mi leszünk, már abba vagyunk. Nézzétek, már hány nő van, mi már az anya szent egyházat éljük. Viszont a férfiak beállnak mellénk, mert mi őket is szeretjük. Ők meg minket szeretnek. És vagy jönnek, vagy nem. Hát ez ennyi. Szabad akaratot mi is megadjuk. Aztán mondjuk, hagyd magad, előbb szabadulsz. Ha nem, mehettek. Kopány és Szent István. Tehát Jézus tudjuk, hogy milyen nagy dolgokat művelt. Én hiszem, tudom, hogy vele egy lényegű vagyok. Hiszem, testvéreim, hogy ti is. Hanem ugye itt van nekünk az István kérdés és a Koppány, mert nagyon régen elkezdték és egymásnak uszítottak bennünket, kialakult a koppányisták tábora, istvánosok tábora, szerintem egyikről se tudjuk, hogy mit csinált, meg hogy csinált, pedig már nagyon sokan tudják közöttünk, annyira tudják. Azt is, hogy István mit csinált, mit nem csinált, azt is, hogy kicsoda Koppány. Én ennek örülök, ha ők tudják, mert én nem tudom. Viszont azt se tudjuk, hogy tegnap mit hazudtak a parlamentbe és mit írtak, még azt se tudjuk, mert 100 évre titkosították, nem egy napra, nem 2 hétre, 100 évre. Most gondolják, hogy tényleg tudják, hogy 1000 éve mi volt? Hát frászt. Tehát ezek ilyen ámítások.
Viszont az én lelkemből, ami föntről jött, elmondom nektek, hogy én mit tudok, aminek azért is örülök, mert annak idején a Szántainak többször szóltam, hogy amit beszélnek, meg amit a Badinyi Feri bácsi mond, érzem a lelkemben, hogy nem úgy van, lecsatornáztuk, és akkor 2 éve mondta a Szántai, amikor mondta, emlékszel-e, amikor azt mondtam neked, hogy én ezt nem így érzem, és nem így tudom. Mosolygott Lajosunk, átöleltük egymást, azt mondja, tudod, mennyit fejlődtem azóta, másképp látom. És állítólag Badinyi Feri bácsi is fölülírta az akkori gondolatait Istvánnal kapcsolatban, és az pedig a következő, amit egyébként V. Molnár Jóska bácsi, aki nagy kutatója a körtemplomoknak erdészerte és Kárpát-hazaszerte, le is írt valóban az én tudásom szerint, de amit én most mondok nektek, az az én teóriám volt, és Istennek hála foganatja van. Többen nagyon köszönték, mert rámeditáltak, és azt mondták, hogy ez igaz. Tehát adott a téma, azt tudjuk, István 2 feleséggel rendelkezett, az egyik előbb, a másik utóbb, de mind a kettő Gizella volt. Születtek gyerekei, de nem maradtak meg. Egy darab férfiú maradt meg nekünk, Szent Imre hercegünk, aki tudjuk, hogy koronázásra készültek. Én nem megyek semmilyen csatába bele, a lényeget mondom. Az, hogy Szent Imre herceg mitől volt szent, a papok szerint azért, mert szűz volt, hát körülbelül úgy, mint sok pap, akinek gyereke születik. Hát körülbelül így volt szűzessége Szent Imrének szerintem. A szűzesség és a tisztasága az onnan jött, hogy az égből küldött szent gyerek volt, és úgy nézett ki, hogy ő lesz magyaroknak királya. Ám de meghalt az öreg király, Szent Istvánról beszélek, aki állítólag nem is volt szent, csak a papok tették annak. Nekem tök mindegy, mert nekem te is szent vagy, ha szent életű vagy, és együtt szentesen tudunk dolgozni. Nem ez a lényeg, ne ezeken lovagoljunk. Az a lényeg, hogy meghalt az öreg király, és kezdték fölavatni Imre herceget, elment révülni az atyával, egy lényegűvé válni, és a vatkanok az írások szerint széttépik a testét, és meghal. Ugye? Megvan. Meghal. Közben ki van terítve az öreg király. Készül az egész királyság a temetkezésre. Ezt is tudjuk, ugye, hogy egy ceremónia kezdődik majd. De hogyha meghalt a szent gyerek, hát mi lesz a magyarok szentségével, a koronázása, a királysága, a magyar nemzettel? Mi történhetett szerintetek? Az égben összegyűlnek a vezérek, az öreg Isten összehívja a rendeket, törvényt ülnek. Hogy na mi lesz a nagy magyarokkal? Ugye ott kiterítve, ez már fölment, hát az is fölment, persze csak a testek vannak ott. Na most azért fontos, amit mondok, mert valóban igaz, hogy amikor a testetöltésben leszáll valaki, és a királyság várományosaként király vagy királynővé válik, és irányítani kezd, az Isten a törvények értelmében oda teszi az irányítást. Ez azt jelenti, hogy gyermekem, te vagy a törvény. Amit te mondasz, annak úgy kell lenni. Tehát nincs ilyen, hogy föntől az Isten megmondja nekem, hogy mit kell tenni, ha én ezt a programomat elhoztam, hanem az van, hogy a koronázáskor a csüllöngők azért vannak, ugye itt nincs most korona, hogy levezetik az energiát, ne zavarodjon meg, akinek a fejére kerül egy olyan galaktikus erőmező, amit el kell hordania, csak hogy ezzel látja a múltat és a jövőt a jelenben. És majd meg roskad a felelősségtől, hogy Úristen, neki mit kell csinálnia. Nem az jut rögtön eszébe, hogy Audit kell vennem, mert hogy néz az, hogy Trabantba megyek. Hát de tényleg. Hú, és be kell költöznöm valami szép házba, mert majd jön a delegáció. Hanem az jut eszébe, hogy milyen felelősséges a népet, a nemzetet és az emberi fajt vezetni. És rájön, hogy hogy kell jól szolgálni, mert szolgálatot ad. Az Isten nevében szolgálatot ad, és a Szent Korona törvénye biztosítja ezt, mert a Szent Korona minőség az az égi törvény. És ő a korona alatt van. Nem ő irányítja a koronát. A koronát az az isteni törvény irányítja. Vagyis elkezd szolgálni, és tudja, hogy az egész föld felelőssége a vállán van. Tehát egy normális küldetésben leszületett emberlény, aki Isten ember is egyben, az tudja ennek a felelősségét. És miután odaadja az Isten törvény szerint, mit mondtam, szabad akaratod van, de te felelősséggel használod, hát odaadta, kész. Nem tudta átadni, nem volt örökös. Hiába tanítgatta Szent Imrét, hogy mi lesz, kész, vége, kiesett a történetből. És az égi törvény, a nagyszala eldönti, hogy visszajön az öreg király a testébe. Hát hányszor van ilyen, tetsz halottak is vannak.
Múltkor a kisgyerek, te mondtad, kimondta, hogy az interneten fönt volt, meghalt egy kislány, kiadták az orvosok, már 2 hete álltak, halott volt, készültek a temetés, ez mostani történet. Fölült a koporsóba a kislány, és kért egy pohár vizet. Na, följelentettek mindenkit. És erre a kislány visszafogott, és meghalt. Szóval furcsa történet, de hát van ilyen. Na, visszajött az öreg király a testébe, és mit csinál az öreg király? Lásd csodát! Mit csinál? Igen. Fölajánlja az égi anyának, a nagy boldog asszonynak visszaadja, vagyis az égi királynőnek, aki az egész világ királynője. Fölajánlja a magyar szent koronát, mert a magyarok a küldött nép. Hát véletlen, hogy arkangyalok adják. Az égből jön a törvény. Mi használjuk mások boldogságára és megbecsülésére. Na most nagy dolog történt. István ezzel a mozdulatával visszaadta az irányítást az égnek. Mert valakinek innen vissza kell adni ahhoz, hogy ott törvényre emelkedjen. Nem véletlen, hogy a magyar hogy koronáz. Akarjuk, akarjuk, akarjuk. Mi törvényt ülünk, mikor akarunk valamit. Hát most akarunk boldogok lenni, és már akarjuk, hogy nagy boldog asszonyéi legyünk, és bennünk sugározzon át. Tehát visszaadta az égnek az irányítást, és ez a nagy szerencsénk, mert azóta az ég irányít, ugyanis senki nem volt, aki visszaveszi. A Mátyás se véletlenül babérkoszorúval használjuk, és azok a szent királyok, akik tudatosan még lejöttek, Szent László, meg nem tudom, mondjátok, azok nem kérték vissza, mert nem is adták oda nekik. Mert készült ez a nép a visszahúzódásra, hisz már látható volt a jézusi program, ami beindult. Hisz az, a jézusi program miatt kezdtek jönni a magyar vezérek haza Belső Ázsiából. Trappolva jöttek. Trappolva szaladtak. Isteni égi programot hajtottak végre közvetlen kommunikációval. Na és mi történt a mi drága koppányunkkal? Pontosan az a lényege ennek, hogy visszaadtuk az ég királynőjének az irányítást, mert koppány az nagy mágusok királya, Somogyság földjén magúrként használjuk az ősi atya, az a magúra magasságos, és minden egyes picike búza szemen, rajta van a csopott az arclenyomata, nézzétek meg, ami egyezik a jézusi arclenyomattal. Hiszen koppány a magmágus rendeknek a teremtő fejedelemsége, vagy istensége, és miután hiszem, hogy biztos, hogy lázadások voltak a magyari törzseken belül a hazajövetelkor, ugyanis kiadták az utasítást, hogy nem lehet várandós, ezt a Szántai is tanítja egyébként, úgy emlékszem, nem lehet várandós anya 3 évig. Tehát limitálták a leszületést, és minimum 3 éves gyerek kellett legyen, hogy elindulhat a család. Hogy ne szoptasson, ne akadályozza a vándorlást, állatoknak ki volt adva, hogy mik jöhetnek, mert megkapták az égből az ukázt, hogy azonnal indulni kell haza a Kárpát hazába, az ős homba, ahova mi lejöttünk annak idején, és benépesítettük a földet, mert a védelemnek föl kell állni, és a magyar lélekcsoport itt fog visszahúzódni, és ide jön le. Mindig is ez a terület volt, mit mond a magyar, ha baj van, hú, ezt megúsztam. Hát hol úsztuk meg mindig? Itt. Az egész föld sorsa itt dől el mindig. Nem csak azért, mert vízteknőn csúszkál a Kárpát-medence, hűsvízű és forróvízű patakok, források, itt a legkeskenyebb a földkéreg, itt a legközelebb a földmagja, ennek tudjuk a talajtani és egyéb okait, és itt van a leghevesebb szerelem a föld szívével, a forrongó föld magjával, és itt kötjük össze az eget a földdel, megbeszéltük. Na de hát milyen komoly pozíció mágus papnak lenni, aranyasszonynak lenni, mágus sámán táltos utazónak. Világokat hagytunk ott. Hát ki örült annak, hogy azt mondják, hogy csomagolj, menni kell. Már megint ezt kell csinálnom, meg ismerjük ezt az érzést. És elindultak haza. A vezérek kiadták az utasítást, hogy menni kell, mert Isten üzent. Tehát nyilván volt egy tisztulás folyamata, egy lázadás, amit ugye le kellett venni, és hatalom szóval kellett rendet tenni, és ha Istvánnak volt hatalmi szava és joga, adta Isten, fogadjuk el, mert nem igaz, hogy nem körtemplomba és ősvallás szerint élt, hiszen megtalálták István által épített körtemplomokat szerte Kárpát hazában, Erdély területein. A legerősebb energetikai bázisaink vannak ott is, meg nem csak ott, itt is, mindenhol, egész Kárpát hazába. És miért áldozta föl koppány magát? Olyan áldozatot hozott szintén, amit Jézus az ő keresztfáján. 4 felé vágják, keresztnek hány iránya van?
Hát ha tengelyben van, négy iránya van. A nyaka a tengely koppánynak, akkor négy felé vágták, és persze előtte szétdarabolták meg, mindent csináltak vele, de mit mond Szántai, hogy a vére hova folyt? Belső Ázsia felé. Vagyis azokat az utakat tisztította meg a vérével koppány, és saját maga áldozati halálával, nem úgy, hogy az édesanyjára rákényszeríti valaki, hogy öld meg a gyerekedet, magát áldozta föl, saját szabad akaratából, hogy ez a nép vérében, lelkében, szellemében megtisztuljon. Na, ez a nagy dolog. És így maradhatott meg a magyarság és a koppányság. És most mi történik? Mátyás bezárta a kapukat. Ezek a rendszerek lezáródtak. És most nyitottuk, kezdtük a táltos sámáni mágus aranyasszony minőségünkkel helyre pakolni energetikailag a Kárpát-medencét. Azt hova gyűnnek, akiket el akarunk kapni? Szellem szinten, fényhajók szintjén? Hát kit támadnak jobban? A Rothschild gyerek lakik itt a Dunaparton, a palotába. És már szerintem ő tisztul majd szegény, mert rájön, hogy vagy velünk, vagy mehet. Szóval hagyni kell őket is engedni, ébredni és tisztulni, ez nem a mi dolgunk, de lesz ítélet. Minden hiedelem ellenére és nélkül nem úgy lesz, mint a kerekasztalnál, hanem komoly számonkérés lesz. És égi szinten is komoly számonkérés kezdődik meg. Amikor én a 90-es évek vége felé vittem a kormányoknak a fenyegető leveleket, azon szenvedtem, hogy miért kell ezt nekem csinálni, úgyse hisznek, kiröhögnek, kigúnyolnak. Nem értettem. És mit mondott atya, kislányom? Törvényt ülsz. Én elküldöm, megüzenem, te végrehajtottad. Nem akarják meghallgatni, kigúnyolnak, kinevetnek, lesöprik, nem baj. Minden gondolat, szó és cselekedet a kasába vésődik. És amikor majd sorba állnak az én ítélő bíráim előtt, és meg lesz tőlük kérdezve, hogy bocsánat, miért is mondod, hogy nem jeleztem? Miért is mondod ezt? Miért? Ott lesz, nem tudja letagadni. Tehát azért nagyon fontos, és akkor értettem meg, hogy valóban minden gondolat, szó és cselekedet beíródik, ezért fontos, hogy szűrjük a gondolatainkat, és tudatosan teremtsünk, amióta itt vannak a fénykódok, mert magunk állunk fénybe, és magunk teremtjük mag a tokban, a jelenben az új világot. Értitek már? És ez a mi hagyatékunk. Egészség. Ez a mi hagyatékunk, ez a mi erőnk, és ez a mi vérvonalunk. Van-e valaki, aki nem büszke arra, hogy magyar? Közülünk. Aki nem büszke arra, hogy magyar lélek. Ha van közöttetek és közöttünk magyarul beszélő, aki nem tudja, hogy miért lehet ma már büszke azért, hogy magyar lélek, vagy még nem magyar lélek, mondjátok el neki, hogy szerintetek ezért, hogy gondolkodjon el. Mert minden egyes magyar felel minden magyarért. És valóban minden lélekért felelősségünk van. Ha eddig tudatlanul éltünk, akkor most a tudatosság okán kell tudatossá válni. És ez a mi feladatunk, és ez a mi programunk.